Szeretettel üdvözlök mindenkit a Like a Dragon Infinite Wealth című játék következő epizódjában. Ott tartottunk, hogy Kasszikon megpróbál egy randi applikáción keresztül egy randit lebonyolítani egy lányjal, a fiatalok most ne nézzenek oda. Azt mondtátok, hogy próbáljuk meg újra, ugye? Sajnos az imóttal egy kicsit félre nyúltunk az imént, de úgy egyébként nagyjából rendben voltunk. Lehet, hogy nem is kell időnek eltelnie, hogy újra próbálkozzunk ugyanezzel a lányjal, ugye? Na... Hát akkor azt hiszem, hogy kell pontokat vásárolnunk, $50 egyébként, rengeteg pontot vásárolunk, 5000 platinum, igen, find the match, jó, tehát még emlékszünk minden beállításra, ugye? Ott is van, Rinshan, próbáljuk meg újra még egyszer. Az előbb nem voltunk túl komolyak, ezért most megpróbáljuk még egyszer ezt az egész ismerkedési fázist letudni. Azt hiszem, hogy emlékszünk már, hogy mire kellett nyomni, az előző epizód végén ugye láthattátok. Úgyhogy most gyorsan megyünk csak végig, és az emote-ra megpróbálunk rendesen rátenyerelni. Hát, hogyha sikerül, akkor mindennek nagyszerűen kellene mennie, hogyha nem, akkor... Akkor többször nem próbálom meg. Igen, igen, igen. Onnan tudom, hogy mennyi publik rajtszám van. Bejött, hogy felkiáltójel points. Már klasszikban vagyok, hogy ilyesmi. Eddig jó. Ez oké volt. Szerintem jobb lett volna a középsőt választanunk egyébként. Ennél a lehetőségnél. Már az a kevés pont itt meg lehetett volna még az imótának a hiányában is esetleg. Van munkád, ugye? Igen, modellek vagyunk. Ő imád modellkedni, meg a... Várjál, igen, kör. Remélem, hogy időbónusz jön rám úgy. Ha megnyitod a GV-t, mi ez a GV? Oké, imádja, hogy modellek vagyunk. Nyilván most jön az első kép, amiről nem tudtuk eldönteni, hogy most előről látjuk-e a lányt, vagy hátulról. Hát az, oké. Várjál, most már a képen túl vagyunk? Most már nem is küldi el. Ja, hogy a GV-nek mondod a giveaway-t. De hogyan? Mit szeretek még a cooking? Főzni. Egyébként nehéz ezeket a kombinációkat végignyomkodni, komolyan mondom. Igen, hihetetlen főző skilljei vannak a lánynak is. Itt már van egy matching. Már on the way. Azt mondja, ez lesz a férfi útjához vezető szív. Vagy fordítva. Őrület csajozásában vagyunk, lemaradtál róla, Dark Demon? Ne! Igen, igen, igen. Mi a kedvenc ételünk, adjunk neki egy jó választ. Hát olyat még nem ettünk olyan jót, mint amilyeneket ő szokott főzni. Szimpek vagyunk, de imádta. Erre hány pontot adott? Üresi! Jossza! Erre tökéletes adott, annak ellenére is, hogy azt mondta, hogy nem szereti a szimpeket, ugye? Nagyon furcsa. Rég láttad a Yakuzát? Ne! Hú, most az előző rész nagyon megterhelő volt a fordítási skilljeimnek, el is fáradtam benne. Szóval ő csak szeretne modell lenni, itt elrontottuk a válaszadást. Valamit kellene neki mondani. Azt mondtad, hogy az elsőt mondjuk neki, akkor mondjuk most az elsőt. Király dolog, hogy van egy álmod és ne add fel. Nézzük, ezt jobban kedveli-e, mint előzőleg. Azt már tudom, hogy a modellkedés az nagyon király dolog, de ezt nem kell, hogy elmond. Hát, oké, mégis ez volt a tökéletes válaszadás. Hoppá! Jó, most jön az emojival történő megkoronázás a dolognak. Igazatok volt teljesen. Igen, 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 hogy érzed? Magad jöhet az emoji. Brutális emotikon. 1,25-szörös szorzója van, hogyha jót nyomsz. Barátom, hát de hogy nyomjak rá? Hát full gyors. Hoppá! Totális szerelem. Ó, bárcsak lenne egy dolláron minden fickóért, aki ezt küldte nekem. Mindegy, azért, azért még kedves. Jó, jó, jó. Jó, jó, nagyon jó. Ez már igen. És most beládunk mindent. Szerelmes üzenetekkel való bombázás következik. Figyelj, Rinshan! Nyomatni kell!
Mindent kiosztunk, ami csak bennünk van. Kettő. Három. Négy. Jézusom. Meg lesz még a hatodik? Megvan a hatodik is. Dobog a szívem, csak rá tudok gondolni, őszintén nem tudok kiverni a fejemből. Szeretnének a karjaimban tartani. Olyan érzés ez, mintha a sors lenne. Találkozzunk kell, kérlek. Ebből baj lesz. És elküldte. Oké. Erre még Moki volt is. Pont jókor beküldte a gyerekeket. De mi vár minket az ajtó másik oldalán? Alig várom, hogy végre találkozzunk. Mindjárt elkapcsolok, ha baj lesz. Ezek mi vagyunk, ne lepődjetek meg. Ugye van rajtad ruha? Jó, hál' Istennek van rajta, oké. Okay. Ez olyan, mint egy ilyen anime lány. Elég király abban, hogy felvidítson embereket? Tessék? Jó, hát hogyha ezt látnám így, nem tudom mire gondolni. Na, éj, Móki volt, te szemétlád, kussoljál már. Azt a mindenit. Igen, hogy okésnak hangzik, hogy mi, ne haragudj, nem tudtam figyelni. Jézusom. Én sütöttem ezt a kis muszi tortát, hát nem cuki. Ügyes vagyok a kezeimmel. Azt hiszed, hogy azért sütöttem, mert hogy átjössz? Félre ne értsd. Nyugodtan megmutatod, hogyha nem kedveled. Egészen visszafogott egyébként. Hogy nézek ki, kérdezi. Hamarosan a vízparton lesz egy fotózásom. Szerinted ez egy jó póz lenne hozzá? Le is fotózhatsz, hogyha szeretnél. Nem sokan kapnak fotót tőlem, meg ilyenek. Igen? Na, meg is volt az átlagos randizás. Siker, hallod? Ez tök jó volt, mert itt nem volt arra kihegyezve minden, hogy itt most ki lesz hegyezve minden. Ez tök jó volt. Na. Oké, megkaptátok már is a randi adagotokat, most már mehetünk tovább. Na még egyet, látod, ezt mondom. Most annyira tudtam, hogy azonnal akarjátok a következőt. Milyen cicát? Volt cica is? Na jó, használjuk az applikációt. Milyen cicát? De egyáltalán mi kellhet ahhoz, hogy macska legyek? Profilot 30% meccsünk volt a többivel, ugye? Tehát, hogyha volt ott cica, akkor nem úriember modelleknek kellene lennünk, hanem... Milyen lehet valaki, aki olyanhoz kapcsolódna, akinek egy cica a profilképe? Oké, high energy. Mik nem voltunk? Fuckboyok voltunk már? Nem, a hős és az orvos szerintem volt már amúgy. High energy-be adjuk elő magunkat. Csak legyen Moki és a cica a tiéd. Hát, ilyen közszolgás, közszolgálati munkás. Mindenki azt mondja, hogy elég egyediek vagyunk. Imádunk piárkálni, de nem mondanék nemet sose a tudod mire. Nem hiszek az idő pocsékolásban. Várjál. Van egy csomó szabad időm? Várjál. Deep, a jó mély beszélgetések. Igen, azok jók lesznek. Na jó, szóval sosem mondunk nemet. Bár igazából ezzel is maradhat. Nem tudjuk, hogy kivel fogunk meccselni, ugye? Kávézunk, kimenjünk, kávézunk. Igen, közszolga, jó lesz. Jó lesz. Na, ezzel a beállítással, nézzük, 1000 ponton van. Nézzük meg, azt mondja, hogy subscription and match points. Rengeteg dollárt költünk a... Hallod? Százat? Úristen. Minden pénzemet erre költem. Nézzük, find a match. Jó,
Na most kivel meccselünk? Nézzük meg. Máriával 75%-ban, a cicával csak 45%-ban. Kinakó és cosplayer vagyok. Szeretnék valakivel találkozni, akivel bármiről tudok beszélni. Az egy jó tempóváltás lenne nekem. Szeretek inni, teljesen béna vagyok a zeneügyben, úgyhogy azt nem szeretem annyira. Elég sötét hangulatom van, ilyen izé vagyok, szeszélyes, de szeretem a vidám embereket, szeretem a videójátékokat, és különösen az RPG-ket. A cicákat nem. Cicával nem randiztunk eddig. Meg kéne próbálni ezt a 45%-ot, hát ha meg tudom csinálni, nem? Hát most már benne vagyunk, úgyhogy meg kell próbálnunk, maximum nehezebb lesz. És van még kanapolyú. Vele nem voltunk még? Na nézzük meg. Eltök az a Switcher végigjátszás. Megjegyeztetek mindent? Remélem, hogy igen. Most jönnek a bemutatkozások. Ki lehet a cica mögött? Cosplayer vagyok, örülök, hogy találkozunk, de tényleg nem beszéltünk még vele? Rosszak a match ratingjeink. Nem baj, ebből még fel lehet állni. Alappontokat nem szereztünk. Szóval, amúgy egészen híres vagyok a cosplayer világban. Nincs túl sok barátom, akivel beszélgethetnék. Igen, meg hülyeségeket csinálni. Szeretnék találkozni valakivel az életemben. Oké. Valami hülyeséget kell akkor neki mondani, hogy felvirítsuk, ugye? Jó, a négyzetes. Abban van egy LOL. Mi ez a babbling? Pofázás. Aha, te leszel a céltelen combo buddy. Mi a combo buddy, az a conversation, a beszélgető társ. Csacsogás, igen. Szeretne chillben lenni, chillben tartani a dolgokat, reméli, hogy én is. Hát nem, itt olyan bombázás lesz, hogy meg beszarsz. Mit mondtam, mi a melóm? Kösz, Olga. Kaszuga. És az olyan tetszeni fog neki? Oké, király, vágom. Biztos, hogy egy csomó... Nem volt rossz, mindjárt meg vagyunk a képen. Ilyenkor már a képen túl kellene lennünk ahhoz, hogy jól álljunk, de nem baj, megoldjuk. Vannak-e hobbiaink? Kávézás, kimenetel? Azt hiszem, ezt mondtuk, ugye? Aha. Chillelni otthon? Zene? Drinking? LOL, menjen a LOL! Inni szeretek. Ó, ő megiszik minden, vagyis ő minden nap iszik. Mert szörnyű a világ néha. A rajongók, meg a csicska trollok. Segít elfejteni az ital nekem mindezt. Most találkozunk egy alkoholistával? Azt mondtad, hogy legyen egy szuper szedukáló végigjátszás? Lehet, hogy küld-e képet? Mi ez a choose your character? De várj, a képek hol vannak? Ilyenkor szokott küldeni, nem? Szóval ő egy full-time cosplayer, nem? Ő egy cosplayer amúgy. De már kipróbáltad azt? Annyira király, amikor egy kedvenc játékodból, meg animétből lehetsz egy karakternek beöltözve. Miféle karakterként öltöznél be? Hát... Hősnek! Beszéltél vele egyszer, de nem volt szívecske, ugye? Szerintem is. Küldött egy szívecskét, minden oké. Nem volt passzi. Nem hajnál ezt, hogy imádnám. Milyen kár, hogy Teach Detoxot tart. Szóval a helyzet az, hogy a cosplayerek nem hagyhatják, hogy az emberek közel kerülnek, szóval nem feltetett fel magad, de jelenleg kicsit kiengedhetem a hajam, kaszuga, na mesélj egy sztorit magadról, melyik volt a kedvenced? Egyszer kértem egy punch perm-t és kaptam egy afrót. Ez a haj, ez a frizura kérdés. Mi ez a punch perm?
Omosiroi. Oké, ezt imádtam. Aha. Nagyon király. Hanggöndörítéses, lehet. Hadd nézzem meg személyesen is, Kasuga. Oké, haladunk. Most kell jó emoji. Szuper király arca vagy, akivel lehet beszélgetni. Na és te hogy érzel velem kapcsolatosan? Ügyesnek kell lennem most, nem szabad elrontanunk. Nem szabad kékbe menni, pirosnak kell lennie. És megvan! Hú. Oké, osztozik az érzéseinkben. Azt mondta, hogy legjobb barátok leszünk? Nem. Nem, gyorsan barátok leszünk. Ez már megvan a szívecske. Hallod? Lehet egy dupla randi? Na jó, király volt, de most már mennem kell. Örülök, hogy barátok lettünk, később beszélünk. Hé, várjál már egy kicsit. Mi van? Nem akarok csak barátok lenni. Mi van? Oké, nyomatni kell. Bármit megteszek, hogy randira menjek vele. Mindent bele kell adnom. Egy. Kettő. Pedig szuper minden. Majdnem meglett. Ugyanazt a szöveget eltoljuk, persze. És most? Kíméletlen elküldés gomb. Oké! Na lássuk, ki van a másik oldalon, már erről félek. Ebből baj lesz. Addig várom már, végre találkozzunk. Ebből baj lesz. Mi? Egy csirke? Hogy egy csirke? Te tudsz használni okostelefont? Oké, a cica mögött egy csirke volt. Kaptunk egy kis önbizalmat legalább. Megérte ezt így nyomatni. Hát a csirkére nem számoltam volna. Az sok mindenre, de erre mondjuk nem feltétlenül. Hát jó. Nem akartam csalódást okozni. Iván azt mondja, hogy ez nem ért, újra kell próbálnunk. Nem. Amúgy van még valaki, akivel meccselhetnénk egyáltalán? Megtudjátok a következő epizódban. Na, folytassuk a történetet már is. Remélem, hogy tetszett a kis randi sessions. Amúgy is Jai-nak most már aludnia kell, mert nagyon későre jár. Képzeljétek el, hogy tegnap nem aludt egyáltalán, úgyhogy teljesen ki van fordulva önmagából. A Kiryu Hotel, a hotel szobája az itt van. Jaj, csukam. Nézzük már is a sztori folytatását. Ezt nem bírtam itt hagyni, köszi. Nagyon szívesen. Szia Dark Demon, szia mindenkinek, aki megy aludni, jó éjszakát. Mi pedig elmerülünk a Kasuga történetének folytatásában már is. Kicsit felrúgtam egy utcatáblát, vagy nem tudom mi volt az. Reklámtábla, nem? Vártunk rátok, gyertek be. Ezek Kiryűnek a... Kíváncsi vagyok, amikor Kiryű ideért. Mi foglaltátok le neki a szobát? Igen, mi intéztük el. Tudtuk, milyen állapotban van. De alábecsültük a veszélyeket, amivel szembe kell néznie. Szóval, hogy először is csak Akane-nak a felkutatása és az arról való meggyőződés, hogy ő jól van, az volt a fő célunk. És hogy ez egyszerűnek tűnik. Hát de figyelj, ebből a szempontból már készen van akkor a küldetésetek, végeztetek. Yamainál van az öregasszony. Okatjátok, vihetitek. Pontosan. Miért nem ültök le? Lehet, hogy egy kis időbe telik ezt elmagyaráznunk. Jó éjszakát! Röviden mondva, Daidoji tervei most már kicsit túlnyúlnak Akane-n. Aha, a palekanának a tettei, amiket csináltak, azok most fényderítettek olyan dolgokra is, amiket nem kalkuláltunk ki előzőleg.
Hogy igazából a Palekan a Lanit akarja, ugye? Szóval a Yamai, meg a Daidoji, ugyanaz a sztori mind a kettő. Micsoda? Hát Yamai is kergette Akanét. Nem is volt ötletük, hogy mi miatt. Ugyanúgy, ahogy ti is. Hawaiion keresztül. Az emberek vadásztak rá mindenütt. Csak mert... Tehát nem is tudták, hogy milyen indokból. Igen, a te perspektívádból lehet, hogy nagyon hasonlít ez a dolog, kivéve, hogy mi mindig is tudtuk, hogy a Akanét kergeti a Palekana. Akkor most mi ez az egész? Ez az információt nem szabad kivinni ebből a szobából, a Palekana. Valami kis titkos üzletet kötött a kormányunkkal. Na, valóban? És akkor? Ennél jobbat is tudsz mondani. A nukleáris erő, tehát hogy a power, tudod, energia, az most visszatér. Aha, és a Palekana felajánlotta, hogy a hulladéktól megszabadítják az országot. Szóval, hogy a Nele szigeten fogják elásni a rengeteg nukleáris hulladékot, ugye? Ezt ajánlották fel, és Ebinán keresztül tudtak erre az egyezményre jutni a Seiryu klánból. Ebina, komolyan? Igen, hát ugye a sarkalatos pont az a nukleáris hulladék, az, hogy többet veszítenek ezáltal, hogy használják, mint nyernek rajta, mivel hogy nem tudják, hogy hogyan szabadulhatnának meg tőle rendesen. Figyelembe véve, Ebina és a Palekana, mint hogyha az Isten által lettek volna küldve nekik, a fenti székekben ülő emberek nem is lettek boldogabbak, újraindíthatják a generátorokat, új létesítményeket hozhatnak létre. Sőt, igen, durva profitért még kisebb nemzetek számára is adhatnak el energiát, habár a Daidoji tudja, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Biztosak vagyunk benne, hogy valami buktató azért van ebben a dologban. Hogy érted? Milyen buktató? Nem vagyunk még biztosak. Az egyetlen emberek, akik biztosan tudják, azok, akik felajánlották ugye ezt az üzletet, szóval akik megkötötték az üzletet. Megértjük az igazi szándékaikat a Palekának, elő kell őket csalnunk. És az egyetlen módja, hogy ezt megoldjuk, az egy megfelelő csali. Szóval, hogy Akana és Lani csak egy csali voltak számotokra? Igen, a Daidoji körülmények között ezt megosztotta velünk. Hanava halála. Ez egy ilyen... Micsoda? Mi az, hogy blind signing? Blind sign... Mi a fenét jelentett ez a szó? Daidoji ってのは悪の組織みたいなもんなんだろ? Szóval, ti vagytok a gonosz mesterelmék. Árnyék hatalom vagyunk mi Japánban. És akkor a Palekanával miért jöttetek ide proxy háborút játszani? Nem lehet ilyen egyszerű, hogy csak leállítsatok egy kellemetlen üzletet. Teljesen félreértesz. Mi csak Japán virágzásáért... működünk, vagy hogy mondjam. Mi inkább egy ilyen hosszú távú profitra szeretnénk odafigyelni a rövid távú helyet, szóval, hogy az lenne a célunk, hogy azt elérjük, hosszú távon tervezni vele, nem egy... Aha. Igen, és hogy milyen országot fognak örökölni majd az unokáink, meg a bla bla bla. A Palekana ugye biztos, hogy nem tudja ezt hosszú távon majd fenntartani, megoldani, stb.
Ez a kérdés, amit minden hazafinak őszintén meg kell válaszolnia. Úgy beszélsz, mint a Men in Black. Mire gondol a Men in Black alapján? Van egy kérdésem. Feltételező, hogy visszaszerezzük Lanit. Mi lesz a következő tettünk? Hát hogy Palekana ne érhesse el, eléggé távol vinni őt tőlük. Még mindig ott van a repülő előkészítve. Ebben az esetben mondjuk, hogy jelenleg a céljaink ugyanazok. Hogy távol tartsuk őket a Palekana kezeitől. Pontosan. És akkor van egy fickó, aki ugye elárult minket az ellenségnek. Eichan. Azt mondtátok, hogy többet is megtudtatok róla, ugye? Mitamura Eiji. Eiji. Mitamura. Meglepően ez az igazi neve. Valakinek dolgozva, olyan politikai tudósító volt. Újságíróként dolgozott? Igen. De aztán hirtelen felfüggesztették a munkaviszonyát, mert valamilyen... nem tudom, hogy mit jelent ez a szó. Valamilyen rablás, vagy valami autóval történő dolog volt ez. Ez nem tudom, mi ez a vehikuláris asszolt. Itendran. Ja, az azt jelenti, hogy valahova betört, oda ment kocsival, valami gaztetet elkövetett, aztán elhúzott. Igen, de azt állított, hogy a Yakuza volt az, aki úgy állította be őt, és igazából az Arakawa családot nevezte meg. Bonyolódik itt minden. A korrupciót szeretett volna felfedni. Elég jó volt a munkájában ahhoz, hogy fenyegetést jelentsen, ezért el kellett őt hallgattatni. Szóval egy fárasztó nap után a riporterünk éppen vezetett haza, amikor hirtelen elélépett egy gyalogos. Szóval az Arakawa család elhallgattatta. Persze nincs rá bizonyíték semmi. Amikor a tárgyaláson megnézték az autónak a kameráját, furcsán mozgott az áldozat. És amikor az áldozat letagadta, hogy van köze az Arakawához, akkor meg ugye az volt az utolsó szeg a koporsójában. Szóval kisebb sérüléseket szenvedett el, emiatt nem volt annyira nagy, gondolom a büntetés. Néhány százezer jent kellett kifizetnie. De a közmegítélése az egy más kérdés. Feltételezve, hogy az Arakawák voltak tényleg a baleset mögött. Itt ez megtörtént, megkapták, amit akartak. Azt mondta, hogy Mitamurának nem volt semmilyen bizonyítéka. Miért érzem úgy, hogy több is áll le mögött? Még úgyis ugye az Arakawák eltervezték a balesetet. Kétsége bevonható, hogy micsoda, hogy a fickónak... Ja igen, tehát hogy tök furi ez, hogy felkeltette egyáltalán a pátriárka érdeklődését. Tök mindegy, hogy mekkora szava legyen egy riporternek, nem kellett volna ekkora fenyegetést jelentenie. Ezt mondva, Sawashiro egy teljesen más kérdés. Be kell, hogy valljuk. Én úgy tűnik, hogy ez az ő munkája. Hogyha ez tényleg igaz, akkor Eiji-vel még több a közös bennünk, mint gondoltam volna. Vagy a Tomizawa. Mafia, Yakuza, tök mindegy. Kettőnk életét tönkretették ezek az emberek. Jó, és Eiji, honnan megy innen? Szóval valami... Utána új célt talált magának, miután kirúgták egy non-profit szervezetnél a Bleach Japanben. Hogy beállt azokhoz a barbokhoz?
ヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。Na, hát az Arakawa elvitte mindenét, ugye, úgyhogy megváltásnak tűnhettek azok a barnok számára. Nem nehéz látni, hogy miért fordult hozzájuk. Az ő hálózatunkban csak úgy virágzott a fickó. Aoki gyorsan észrevette őt. És akkor valami területeket adhatott neki, nem tudom, valamit vezetett. Be volt a feje a Yokohama branchnek. Biztos, hogy nem véletlen, ugye? それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんだら、なんでエビ。けど、もしエイちゃん、annyira utálja a Yakuzát, mint amennyire tűnik, akkor miért dolgozna Ebinában? あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。Tényleg bevette ezt a második feloszlás történetet? 今までの話を踏まえた上で、それでもエイちゃんがヤクザと手を組むとしたら、dolog, aminek van értelme. 理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための。A fickó annyira kétségbe esett, hogy bosszút álljon a Yakuzán, hogy egy másik Yakuzához fordul, segítsen elintézni őket. Mit most komolyan ezt gondoljátok? Tényleg hisz a feloszlásban? Oké, lehet. De a dolgok, amiket elkövetett, hogy segített a mafiának elrabolni egy kislányt, ez nem egy olyan vonal, amit talán nem lépne. De valami nem lépne keresztül. Na, lehet, hogy nem is hasonlítotok akkor annyira, nem tudom. Majd Eichannak kell ezt megválaszolnia. Akkor mi a következő? Ebina felveszi Eiji-t, ki átveszi az irányítást Chitose csatornája fölött. Egyszer riporter, mindig riporter. Hogy ez esetben egy ilyen pletykás VTuber. Aha, és most az a csatorna, az gyakorlatilag Ebinának a száját képviseli. A Palekana támogatása rendesen megerősítette ezt a fickót, mármint hogy ugye Eiji-t. Lani nélkül kudarcot fogunk viszont vallani. Minden megy a levesbe, hogyha ugye a srácoknak az önfeláldozása, meg Kiryu is, meg mindenki, amit tettek eddig. Akkor még mindig a sötétben tapogatózunk. Chi-chan küldött egy SMS-t? És mit mond? Csak egy képet küldött. Valami bár. Lehet, hogy azt akarja, hogy ott találkozzunk. Lehet, hogy Eiji oda vetette be magát. Tomi, ismered ezt a helyet? Kérlek, mondd, hogy igen. Na, akkor megoldom. Szarás, igen. Szerinted Lani is ott van? Jobb lesz, hogyha gyorsan oda megyünk, hogy megtudjuk. Kösz, srácok! Aha, szóval reméli, hogy Hanawa okkal vetette beléjük a hitét. Nijima! Szóval a kép a Club Guilty-ről készült. A bűnös klub. Egyetlen helyzet, hogy a District 5-ban van, a Barakuda territóriumban. Hát akkor jobb lesz, hogyha odafigyelünk a Suga. Sajnálattal mondom, de jó eséllyel. Chitose csak megint átverni próbál minket, úgyhogy azért győződjünk meg róla, hogy készen állunk, mielőtt elindulnánk. Szerintem bőséggel készen áll a csapatunk akármire is. Úgyhogy ide fogunk gyorsan menni taxival. Rendesen megcsappant a zsetonunk, mióta ezekben a nagy randi applikációkban örömködtünk, nem? Mi a helyzet, Réka Róka? Álmos vagy már? Segíthetsz fordítani, hogyha szeretnél egyébként. Na, itt is vagyunk. Mi az, hogy CDS-t? Hát gondolom, hogy ilyen
Ilyen sötét lebújszerű hely, és annak is a legrosszabbik a Hawaii-ban. Nem, de szúrja? Én elhiszem. Tényleg a kontroller. Kicsan hív minket. Hallasz minket? Én vagyok az. Jól vagy? Együtt kerestem. Csak ez az egy dologgal tudok előállni, hogy valahogy... hát... nem ez a vezeklés, de hogy jóvá tegyem azt, amit tettem. Nem kell jóvá tenned, nem tartozol nekünk semmivel, megcsináljuk együtt, csak... Jó, kérlek, figyeljetek, Edgy oda bent van a Club Guilty-ben. Egészen hátul a VIP asztalnál. Iszik, nevetgél, a lekana van mindenhol. Szektárs tagok. Oké, okay, Csícsán, te is oda bent vagy? Oké, sietünk. Ejtsen a tiéd, vagy a miénk. Visszaszerezzük Lanit is. Csináljuk ezt úgy, mint egy csapat. Nincs idő. És mit is mondasz? Nem vagyunk már ugyanabban a csapatban. Mondja Csitosze. Elárultalak titeket. Ejtsi manipulált titeket az én segítségemmel. Csak annyira gondolhattok, hogy ez egy újabb csapda, amit most éppen állítok nektek. Emlékszel, mit mondtam az ötödik vízében? Kerületben? Szia, Lord Novák! Szia, Medi, hogy vagy? Csícsán, azóta semmi nem változott meg. Döntést hoztam, hogy megbízok benned. Ez volt a döntésem is. No regerts. Ide nekem. Minden rendben lesz. Sose vont kétség bennek a... lánynak a szívét. Na várjál, Csícsán, jövünk és minden bla bla bla. Az Istenért, Tommy! Ki van hangosítva? Oké, okay, találkozunk oda benn. Oké. Okay. Vagy mi van a speakeren? Mi van a hangfalon? Vagy ki volt hangosítva a telefon? Azt nem értettem. Mindegy, nem, ez most már nem lényeges. Megyünk és szétverünk mindenkit. Hey, Kasugaz! Mi a szar csinálsz te itt? Szerintem egy barátomnak van egy asztala oda bent. Nem bánnátok? Átpréselnénk itt magunkat. Micsoda heréi vannak ennek a fickónak, srácok. Úgy tűnik, hogy van egy új box zsákunk. Tarts ki, Csícsán, már majdnem ott vagyunk. Hát. Gangsterek! Ki mehet? Scrub down. Dolphin dive. Boogie boogie board. Mehet. Nem rossz, nem rossz. Kapták. Mehet a bucska bass. Olyan van, hogy Devil's Twister? Hoho, mehet, készen állok. Nyomod, Kasuga! A másikra megyünk rá. Nem mondod, hogy túlélte. Rapid shot! Micsoda hasbarúgás. Egy mínusz. Szép kombó támadás. Meg kéne próbálni letartóztatni, nem? Próbáljuk már ki. Úgy tűnik, hogy sikerült. Kiszedtünk egy embert azonnal, menő. 10.000 dollár, volt egy level up-unk is. Na, menjünk befele. Itt vagyunk a Club Guilty-ben, eddig még itt nem járhattunk. Szerintem eddig nem volt ide bejárásunk. A kis papucsomba. Hogy vinteltem le a lépcsőt, én már 23-szor óra buktam volna, az biztos. Akkor bukferenciáztam volna lefelé. Őrületes táncok. Japánban így táncolnak az emberek.
Ott van Eiji. Jappari kitaka. Megbízható, mint mindig. Oj, Kasuga-sa! Gyere ide, Kasuga! Egy újabb verekedés következik. Szatja. Hát akkor... Takami no kenbutsu-to ikimasu-ka? Igen, kemény műsorra számíthatunk. Érezd csak jól magad. Ez a tánc, mindenki készen van. Let's go. Nézzük, hogy mi lesz ebben. Megint gangsterek állnak elénk. Egy-egy brutális Devil's Twister megint. Kicsit idébb állva. Beszarsz! Az igen! Na hát erre nem számított. Szevasz, Mr. Airsoft, üdvözöllek. Vagy nem is Airsoft. De Airforsoft. Bocsánat, négy soft. Kasuga néhány lövésből kiirtott mindenkit. Szép munka volt, Kasuga. Álló taps, vas taps, minden. Lani, nincs veled? Hová vittétek? A lány már halott. Nandato? Mondasz, te darab szar. Ne szarakodjál itt. Állóvuláció, igen. Megjutatásatokra, vagy nem tudom, mi ez a consolation. Megszabadultunk tőle már 1000 éve. Ne okoljátok magatokat, oké? Okay? Soha nem értetek volna ide időben. Szekkakö kite morattano ni. Semmiért jöttetek egészen idáig. Szar ügy, mi? De legalább egészen nagy parti volt. Nem ment pocsékba az este, ugye? Kasuga. Azért ki kell fizetned a károkat, amiket itt okoztál, bocsi. Vannak itt standardek, tudod? Ajjajjaj! Chito-se! Azt mondja, Lani még mindig érdben van, ugye? Chichan, be hogy beöltözött? Szóval kihallgattam, amiközben azt mondtad, hogy Bryce arra várja, hogy leszállítsák. Nagyon jó voltál abban, hogy kémkedj az emberek után. Soha nem gondoltad volna, hogy utálad is fog valaki? Hol van a lány? Hát valószínűleg a tengerfenekén most. Tényleg azt hiszed, hogy nem foglak lelőni? Jó van, győztél. Nyugodj meg egy kicsit. Egy kérdés. Honnan tudtad, hogy én most itt leszek? Betettem egy GPS-t a táskádba. Még a safe house-ban. El sem hiszem, hogy lemaradtam arra. Kasuga, látod ezt? A nőt, akivel dolgod van. A vérében van a treachery. A treachery az micsoda, amikor átvernek, meg ilyenek. Az mit akar jelenteni ez a szó magyarul? Igazi géniusz. Ezért találtam őt meg. A csatornája. Tisztává tette ezt már a kezdetektől. Válaszoltam a kérdésedre, most pedig beszélj. Mondd meg, amit tudni akarok. Árulás, igen, köszönöm. Hol van Lani? Árulás folyik az erejében, azt mondta. No, előkerült a kislány és nem is volt a hajón. Lani. Mögötted! Majdnem levágta a kezét, láttad? Az egész alkar majdnem lerepült. Elég csúnyán néz ki. Már egy kicsit elállítom a vérzést. Gondoltál, Csícsa? Hagyjatok itt, szerezzétek meg a lányt. Oké. Okay. Ennek újabb majmok.
Macska community, igen. Degvérrel lelőnél egy fickót. Nagyon csalódottak lennének a szüleid a viselkedésed miatt. Nem bánnád ezt a csalódást, titosság. Büszkék lennének a szüleim. Bárki büszke lenne egy ilyen lányra. Lani tartozik neked az életével. Szép munka volt. Ichiban. Jaj, Lani pedig velünk jön. Mondja Kasuga még. Nem bírom őt így látni. Megmentjük. Hadd küzdjek én is. Tudom, hogy nincs okotok rá, hogy bízzatok bennem, de könyörgöm nektek. Oké, menjünk. Csinkor a bleeding az ott lesz már kezdetektől? Mint hogyha hallgatna ránk, hogyha nem engednénk neki. Na jó, csináljuk gyorsan. Valakinek első segélyre van szüksége. Na, akkor ideje mozogni. Mert a következő nagy csata. Van-e együtt is le kell, hogy verjük? Ó, itt is vagyunk már, nagyon jó. Természetes gyógyulás. Mindenkit meggyógyíthatnánk? Cork, screw, kick. A kick az Yoda. Nem is rossz, de a másodikat elmisszeltem sajnos. Ez lehet, hogy jó lesz. Flippy flipper ripper. Egész jó. De még oda kell egy kicsi. Ultimate Tag Team. Mindenkire menjen. A barátság eszenciája. Nem is emlékszem erre amúgy. Az Ultimate Tag Team-re. Elég menő. Mindenki kapta. Szerintem négyüket legalább elintéztük. Már csak kettő maradt. És hogyha most közel jövök? Még egyet kiejtettünk? Ő jön most. Jön a fuck em up. Feltizeli a fiúkat. Milyen kár, hogy egyedül van. Hát ez így ennyi kell. Előhúztam egy széket a seggéből. Kasuga leköveti, belelő egyet, és vége van. Meg is vagyunk. Ott van egy level up is. Hú, valamit kaptam, amit nem láttam. Nem mehetnék vissza? Valamilyen cucc, amit használtam. Hol van Lani? Szarás. Ez a rengeteg cutscene, ami ebben a játékban van, meg az a rengeteg melléktevékenység, a mellékküldetések, a minijátékok, az Animal Crossing, a pokémonozás, ami benne van, hallod? Hát őszintén megmondom. Kitartók vagytok. Egyszer, ő még csak egy kislány. Szóval, hogy ez évjáték a kategória. Nem értitek egyáltalán? Mindannyian hazudtunk egymásnak. Minden csupán egy ilyen act. Hát tudod, amit actet szoktak előadni a színdarabokban a színpadon. Tehát, hogy ilyen, mi ennek a neve magyarul? Tehát, hogy csak színjátszás zajlott. Nem tudom ezt magyarra jobban elfordítani. Én voltam a szegény fiú székben. Színjáték az, köszönöm. Kasuga megkaphatja. Olyan keményen küzdött, oké. Tadashi. Le fogják gurítani? Ezt is fogadjátok el. Együtt járnak, ne csináld. Ne iszeg, mozogj annyira. Aha, azonnal becsapódáskor robban? Jobb lesz, hogyha nyugton maradsz. Na, let's go. Most már pihenhettek, Lani a tiétek. Le fogja lökni tényleg. Bryce lehet, hogy mérges lesz, de amúgy is megölte volna. Ez kicsit ilyen nagyobb hatással bír a hosszú távra nézve. Nem erészet, gondolom, ezt mondtuk neki. Már mondtam, hogy nem így hívnak. Mi? Ne már!
erős. Kasuga nem kapja el. Jézusom. Ez csicska. Nagyobb-nagyobb még nem is volt. Nem is bomba. Egy kis haigálás nem fogja felrobbantani. Ez való arra. Aha. Könygáz. Nani, gyere ide fel. Szia, Kori, hogy vagy? Rossz irányba mentek. De nehogy már megint elrabolják őket. Ja, Istenem. Szarás. Bombolyás. Viszlát, Kasuga, mondja Eiji. És beülnek a kocsiba. Miért nem követjük azonnal mondjuk valami másik autóba? Vagy érted? Jó, hát valahogy mennie kell a sztorinak tovább. Kíváncsi azok, hogy ezután milyen lépésekre szálljuk el magunkat. Hová vihették? Valószínűleg a Nele Islandre, amilyen gyorsan csak tudják. Bryce-hoz. A titokzatos cél. Palekana szent földje, a Nele Island. Semmi többet nem tehetünk? Senki nem tartozik megbocsátással, de azért sajnálom. Minden, amit tettem. Megtettem mindent, amit kért. Teljesen a kezében voltam. Tudtam, hogy Akane és Lani fogják megfizetni majd ennek az árát végül. El tudsz mondani mindent, amit tudsz? Ebináról, Eichanról. Tatara-chanról, minden. Ja, az a csatorna rendesen betett nekünk, mi? Ez a VTuber karakter. Személy. Azt te voltál, ugye? És azt mondtad, hogy megteszel mindent, amit Eiji mondott. Igen, körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött. A régebb óta streamelek. Körülbelül 7 éve indítottam el a csatornát. Szóval először nem egy ilyen call-out channel volt. Igen, a debütáláskor. Csak ilyen hülye dolgokról szerettem volna beszélni. Kitaláltam a nevet, megrajzoltam a karaktert. Akkoriban nem is volt jól meganimálva. Hát elég nagy különbség van azért mostanáig. Vagy mostanra nézve, hogy hogy mondjam. Szóval utána AG felajánlotta, hogy pénzeli a csatornát. És akkor rajzoltat ott egy másik karaktert. Sokkal sexibbet. Gondolom ez rosszul esett azért neked, hogy más lett, ugye? Hát még az, hogy 10 nézőm volt, már az is a világot jelentette nekem akkoriban. Legjobb időket éltem életemben. Ez volt az első alkalom, hogy valami igazit éreztem. Szóval mióta megszülettem mindent, a szüleim rendeltek el, ők diktáltak mindenben is. A hobbim, az iskolázás, meg stb. Még a legjobb barátaim, akikben bíztam. Hát kiderült, hogy édesapám hozta őket össze, mármint hogy oda nekem az életemben meg ilyenek.
Igen, és a házban is, a komornyék, meg a mindenki, tudjátok, akik szolgálják ezt a családot, kémkedtek a lány után, és mindent elmondtak a szüleinek. Vak lennék, és nem lenne a játéknak hangja, olyan, mint te beszélnél velünk. Veletek beszélek. Hát hogyan nőhet fel így bárki is? Hogy lehet így felnőni? Na, és az egyetlen ilyen megnyugtató, hogy mondjam, megnyugvás számára az volt, amikor éjszakánként bekúszott az ágya alá és bámulta a telefonját. Akkor magának érezhette magát, amikor hiszokat tatarraként streamelt. Csere hülyeség, kamu megjelenés, kamu név. De úgy éreztem magam, mintha az igazi én lennék. Tatara Channel az valami olyan volt, amit azért indítottam, mert szükségem volt arra, hogy meglógjak egy kicsit. És aztán 3 évvel ezelőtt ez megváltozott. Hogy történt? Akkoriban a Fujinomiya... ez egy ilyen kargótanker, mondjad már, egy olyan hajó, ami a konténereket szállítja. Mi ennek a neve? Az elsüllyedt, emlékszel? Több mint 20 volt a legénység száma, mind meghalt, gondolom. Igen, emlékszem. Újságosan tele voltak tolva a konténerek. És akkor ilyen sajtókonferenciákon kérték a bocsánatokat, érte meg ilyesmi. Teherhajóna. Arról totál lemaradtam. Fujinomiya a csapatnak az elnöke, apám, szerette volna ezt elfedni. Mi most csak viccelsz? Szóval teljesen véletlen ráakadtam a dokumentumokra, amikben ez benne volt, hogy túl voltak terítve a konténerek, meg ilyenek, és hogy... Apám elrendelte, hogy ezeket a dokumentumokat nem szabad ugye senkinek a tudtára juttatni, meg ilyenek. Nem csak, hogy félredobták az emberi életeket, hanem megpróbáltak úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi sem. Lemásoltam őket, és elküldtem a papírokat mindenkinek, aki csak eszembe jutott, és aztán senki nem csinált semmit. Úgyhogy inkább kiraktam a Tatara Channelre. Mi komolyan? És ezután mi történt? Hát egy 10 nézős csatornán, abszolút semmi. De azért volt néhány válasz. Kamu, kit érdekel? Elég szarvájbok vannak ma este. Csak egy üres csethez beszéltem, miután az emberek leléptek egyesével. Nehéz lett volna elképzelni, hogy máshogy ment. Mindenki lenyelte ezt a Kamu sztorit. A semmiből előjövő tájfunról. Akkor talált rám Eiji Mitamura. Mi személyesen ment el hozzád? Hogy érted? Igen, mert ugye riporterként dolgozott, és aztán a Yakuza teljesen keresztbe tett neki az egész életében. Tönkretették. Utána rátalált a csatornámra. Gondolta, hogy a Tatara közel áll az én családomhoz. Azt is levonta ebből, hogy tanuló lehetek, hogy csak én lehettem a személy mögötte. Beszélgettünk, adott nekem egy ajándékot. Be kellett olvasnom valamit, provokatív nyelvhasználattal. Szóval a scriptet megírta előre a forgatókönyvet? Akkor tényleg ő. Írta a sorokat, meg mindent egészen végig a Tatara Channelre. Aha, szóval, hogy csináltak egy ilyen felkapott videót a Fujinomiyával kapcsolatosan, mindenféle magas körökből származó emberről, ilyen leleplezések, stb. Amint kikerült mindenhova, a netre, a mainstream már nem tudta ezt ignorálni. Az emberek... Igen, ez megmagyarázza. Emlékszem azokra a sajtókonferenciákra. Igen, mondjad már, a köz haragja egyre nagyobbá változott, édesapám nem tudta tovább már rejtegetni ezt az egészet, és elkerülni sem a Line of Fire-t, ahol tüzelnek, tudod,
Nem tudom magyarra, mire fordítanán. Szóval utána Hawaii-ba kerültem, eléggé jó volt először. Hogy így menekült el a családjától? Persze, mert ellenük működött a csatornáján. Elfogadom, hogy a szülei sose megették volna, hogy így tűzvonal. Igen, köszönöm. Na, látod, milyen király, hogy itt vagytok és beszéltek Airsoft-ul. Szia, Mester Tobi, hogy vagy? Szóval... Köszönhetően ennek az egésznek a videónak, meg a satöbbinek végül is szembe kellett néznie a Fujinomiának valamiféle következményekkel. És úgy gondoltam Eiji-re akkoriban, mint hogyha megmentőm lenne. Ilyen modern hős volt, aki az igazságért küzd. Hát bárki így érezte volna Chichon. És akkor ez 3 éve volt. Mi történt utána? Eiji és én futtattuk a csatornát ezután együtt. Korrupt figurákat buktattunk le. Ő írta a szöveget, ő kereste a nyomokat, minden. Jól utána járt mindennek, a sztorikat is, pontosak voltak ezek a történetek. Legfontosabb, hogy szenzációsak is voltak. Politikusok, vezérigazgatók, celebek, mindenkit felfedtünk, akiknek valami volt eldugva a kis szekrényükben, ugye. Egyre több ember figyelte a videókat, növekedett a csatorna, olyan gyorsan, hogy nevetséges. Igen, ez már annak a tatarának hangzik, amit mi is ismerünk. Higgyétek el, azt hittem, hogy a jó dolgot cselekszem. Szóval, mivel a híreket megvásárolták, ezért sosem mentek volna mások utána ezeknek az embereknek. Viszont utána kezdtek félremenni Eiji-nek a nyomozásai. Valami ex-yakuza után nyomozott, aki azt állította róla, hogy reform, tehát hogy visszakerült a társadalomba. De még mindig kettős ügynökként működött. Akkoriban úgy tűnt, hogy ez megint egy ilyen legitim felfedése lesz ennek az embernek. Miután kiment a stream, sziasztiszak fűjövőcekát, egyre több script jött be. Valamikori bűnözőkről, akik próbáltak volna újra új életet kezdeni. Emberek, akik már megfizették az adósságukat a társadalomnak. Akkor már biztos érzékelned kellett, hogy mi áll a háttérben, vagy mi Eiji-nek az igazi terve, ugye? Szóval először felépíti a csatornát, csomó nézője legyen, és akkor utána indítja el a terveit. Szóval Tatara a bábjává vált, és úgy fütyült, ahogy csak táncolt neki. Fordítva. Elkezdtem tönkretenni emberek életét, akiket nem is kellett volna, nem akartam volna. Ilyet sosem akartam. Tatarának sosem lett volna szabad ilyen. Nem tudom, minek lennie, a lényeget értitek. Úgy sok volt számomra, hogy mondtam Eiji-nek, hogy lelépek. Kivéve, hogy ő nem engedte, ugye? Megfenyegetett, hogy a nézők elé tárja az igazi kilétemet. Yakuza. Tehát az Ebina akkor került be ebbe az egészbe. Úgyhogy bekusoltam és felolvastam a következő szöveget. Yokohama hőse. Micsoda? Jó, de most gondolom róla beszél, ugye? Tehát amikor Kasugát is... Ja, igen, ezt már az egészet tudjuk. Hát innen indult a játék. Hadd kérdezzek egy dolgot. Mit jelent defy-olni valakit? Mert kíváncsi vagyok, megnézem. Defy jelentése. Szóval szembeszállni. Szembeszálltál Eiji-vel, annak ellenére is tudtad, hogy legyőzne téged ebben. Tönkretenne téged. Mi vett rá erre?
Lani ちゃんをたった一人で命がけで守ってた。Lani egyedül volt, ő pedig védelmezte. もうだいぶお年で、そんなに無理が効かないお体のはずなの。ki kockára teszi az életét a jóért. それを知って、amint megláttam. 自分が恥ずかしくなったっていうだけ。Nem tudtam önmagammal élni tovább. 別に、それで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもない。Ez nem teszi jóvá, amit a csatornámmal tettem. 面と向かって対抗できたわけじゃない。Annyira megijesztette Eiji, hogy nem tudtam nyíltan szembeszállni vele. Akkoriban Akane-san házában, amikor tudod, hogy mit csináltam veled. Aha, azt azért tetted, hogy időt nyerj magadnak, hogy megtalálhassd a Akane-sant egyedül. Eiji parancsokat adott nekem. Azt mondta, hogy játszd el, hogy te vagy a házban a housekeeper. Hát manapság szerintem Magyarországon nincs ilyen housekeeperünk. És utána, hogyha jön majd Ichiban, akkor add be neki is a sztorit. Igen. Szóval azt gondoltad, hogy az, hogy ellapod a ruhámat, meg hogy letartóztatnak, az a hosszú távon jobban járok majd? Na, kétségbe voltam esve, nem voltam mesterként meg ilyenek. Amikor Eiji megkérdeztem, mi történt, gondoltam, kitálok valamit, viszont akkor megjelent Kiryu. Beavatkozott a helyzetbe. Házvezetőnő? Van olyan? Tényleg Magyarországon lehet találkozni? Nekem szerintem nem, hogy az utcában, de talán még a városban sincs olyan senkinél, hogy házvezetőnő. Van ilyen? Milyen körökben? Nerben? Van ilyen? Szóval az ötödik körzetben adott egy utolsó esélyt nekem, hogy kövesselek titeket. Ha kudarcot vallottam volna, akkor elmondanám mindent a családomnak, amit tettem. Főnöködnek van, ne csinálni. Nem semmi tervez. Végül pedig túl gyenge voltam és ilyet ahhoz, hogy bármit tegyek. Ezért mentem, ahogy mondták. És most pedig Hanawa és Mung meghaltak. Akane, Lani pedig még mindig veszélyben. Nincs több hazugság. Nem tudok több kifogást. Nem hallgatsz el semmit előlünk, ugye? Így van, esküszöm. Elhihetjük ezt? Egy született áruló hátba fog szúrni újra meg újra. Igazad van. Gondolom már más nem mondhatnék. És te ezt beveszed, Kasuga? Igen, Tominak azért igaza van, hogy az árulókban nem lehet megbízni. Talán. De Tomi is elárulta Yamait, úgyhogy ez elég nagy baromság, hogy éppen ő mondja ezt. Ja, tudtam, hogy valaki felhozza, tudtam. Csícsán, amikor először találkoztunk, bármilyen indokból is. Mindent elvettél tőlem, kivéve ezt. Tudod, hogy Akane-nak akarom ezt odaadni, ez fontos volt. Beszéltünk róla, miközben ettünk. Ezért hagytad nálam, ugye? Lehet. De hát, hogy csak azt hittem, hogy nem tudok, nem tudom mit csinálni vele. De egy így vagy úgy... díjazzak a szuga. Ez valami igazán fontos dolog. És ezt sosem tudtam elmondani. Köszönöm neked, Csícsan. Ezt a fickót. Ennek bocsátkérésnek kellett volna lennie. Miért vagy ilyen? Én is köszönöm neked, Ichiban. Ichiban. Na, hát akkor ennyit erről. Lani még mindig itt a környéken van, Akane pedig nem tudja őt már tovább védelmezni. Nincs semmi a világon, ami megakadályozhatna bennünket. Szükségem van a segítségetekre. Hozzuk helyre a dolgokat, értük.
Mindenki mondja, hogy rám számíthat. Egyáltalán nem is kell megkérdezned. Macsiro! Én is itt vagyok. Na hát akkor üdv újra a csapatban, Chi-chan. Kasuga csapata újra összeáll, egyszer és mindenkorra. Na pontosan, szóval. Kocintanak. És vajon hová megy a csapatunk ezután? Iron Guardot meghőmérőzni? Miért beteg? Kitosze csatlakozott a csapathoz. Hol kezdenénk a nyomozást, hogyha nincs nyomunk, elvitték egy kocsival? Szóval azt gondolt, hogy Hennel Islandre vitték. Igen, a legvalószínűbb hely, szóval... úgy tűnik, hogy senki nem tudja viszont, hogy hol van. Egyetlen egy személy van, akit még nem kérdeztünk meg, Akane-san. Nála kellene becsekkolni. Yamai-nál van, ugye? Igen, úgyhogy mozogjunk. Jó-jó. Ha Yamai-nál van, akkor ide átmozdulunk gyorsan. Észrevettétek, hogy mennyire rövidek a loading screenek, látod? Ennyi. Nincs is loading screen. Már itt vagy. Milyen szám hív? Csak azért mondom, hogy a Wukong mennyire hosszú ideig tölt. Kasuga, van egy kis gáz. Mit jelent az, hogy flipped? Hogy megléptek? Néhányan az embereim közül megléptek, átadják a Alekanának az öreg asszony. Mi van? Akane jól van? Gyertek ide. Álljatok készen arra, hogy háborúba mentek. Az komoly. Akane-san bajban van? Azonnal el kell jutnunk Yamaihoz. Furcsálom, mert... vagy lehet, hogy túltápoltuk magunkat? Mutunk egy kicsit más grafikailag. De elhiszed, hogy ennek a játéknak szebb grafikája van? Esküszöm neked, ez a játék szebben néz ki PS5-ön, 60 FPS-sel szalad. Beszarsz, hogy néz ki. Beszarsz, hogy milyen élményt nyújt. Na de mindegy, persze értem, ez már egy sokadik részes franchise. De hogyha technikailag nézed meg, ez sokkal jobban működik. Sehol meg sem akad. Szóval megint a Palekona meg akarja kaparintani Akane-sant. Úgyhogy most nem tudunk elkerülni egy nagy harcot ezúttal. 5 csillagos felszerelés, level 35 kell hozzá, oké. Ne menjünk el kajálni előbb, de... Ja várjál, feltöltötték a manánkat, akkor mehetünk. Ki az Isten vette ajtót? 5 másodpercet van, miért betörnék. Ezek nem Yamai emberei, ez őrület. Főnök, itt van Kasuga. Micsoda, mutasd meg neki az arcom, mire gondol? Ez nem Yakuza-nak tűnik, ugye? Téné. Ja, Kasuga Ichiban. Ichiban Kasuga, de itt van Dwight. Állsz a mögött a szar mögött? Talán igen. Hát az üzleti üzletfelem. Hát ő azt gondolta, hogy szükséged lesz még egy kis spankingre. És seggedet elverjék. Sosem adott fel Kasuga. Eichan. Hát nem mondtam, hogy ne hívj így. Benne voltál Bleach Japanben, ugye? Azon pedig riporter voltál, az Arakawa család tette ezt fel, ugye? Vagy tette, amit tett. Szóval, ez az egész csak egy bosszú. A Yakuzák ellen, akik tönkretették az életedet. Mi van, hogyha igen, kérdezi Eiji. Miért kerítetted veszélybe Akanét és Lanit a te bosszúd miatt? Semmit nem tettek ellened. Sarukari, ore hitori de kanben shite kurenéka? Miért nem intézem el engem inkább? Arakawa család tag vagyok. Én vagyok az, amiért a Bleach Japan Vent Under. Mit csinálnak a cégek, amikor Vent Under-ölnek? Gondolom, hogy
tönkre mennek, vagy valami ilyesmi. Hogyha valaki megérdemli a gyűlöletet, én vagyok az. Mit akarsz? Megnyúzhatsz, kínoszhatsz, megölhetsz. Hol vagy? Jövök szaladba. Ezt azért gondold át, Ichiba. Most komolyan mondod, kérdezi. Miért bíznék benned a jakuzák? Sarokba szorulva bármit is mondanának. És Laninak a... Tehát fontosabb, hogy Lanit elkapjuk, mint bármi más. Elsüllyed, hát... Nem egy hajóról beszélünk, fene tudja. Azt akarom, hogy minden jakuza szenvedjen, nem csak egy. Ebina ezt meg tudja, véghez tudja vinni. Amint nála lesz a lány. Egy, figyelj, én vagyok az. Mit akarsz tenni? Nem érdekelnek a kérdéseitek. Nincsenek fontosabb dolgaitok amúgy is. Akarinak hamarosan nagy segítségre lesz szüksége. Dwight meg felajánlotta mindenkinek már az öreg asszonyt, hogy bárki ráteheti a mancsát, a Parekana nagyon erősen támogatja ezt, és hát gondolom sok pénzt fizetnek majd nekik érte, bárki is kerítse kézre az öreg asszonyt Jámái kezei közül. Skip, nem? Oké, de ne. Mi a fene? Ez itt Hawaii. Gangster vagy rendőrség. Parekana írja a csekeket, a zsetont ők osztogatják. Bármilyen jakuzának, aki túl akar érni ebben a környezetben, fel kell esküdnie? Mire gondol? Ezt nem teljesen értem. Lani minden, amire szükségünk volt. Az öreg Akarinak nincs gyakorlati hasza számunkra. Kivéve egy dolgot, hogy ő az édesanyját Kasuga. Azt akarod, hogy kínozzalak meg. Mi lenne ennél nagyobb kínzás számodra? Mindenki keresse közben. Főnököt meg az öreg asszonyt kiadták a parancsot a srácok. Streameljük a halálotokat egészen világszerte. Ez az utolsó. Viszontlátásra, Kasuga. Na, azt majd meglátjuk. Itt senki nem fog ma meghalni. Mi pedig még nem végeztünk. Na, let's go! Halljál már is szindikátus újra? Lehet mindjárt egy kis bucskabasz. Ketten kiestek talán, jól láttam? Na most jön a bucskamasz, mehet már is a... A Devil's Twister. Jó nagy területre szóródtak szét, nem mondom, mehet. Már csak kettő maradt. Egyet megpróbálunk letartóztatni. Egy másikat. Nem tudom, mit csinálunk vele. Rányomtunk egy kis vizet. Az a csivédelmen növekedni látszik. Egyet letartóztatunk. Így is mondjuk. Csábrenk appok mennek. Lesz sorozat? Igen. Szia Jason Hun. Lesz bizony. Szép munka volt Kasuga. De attól tartok, nincs pihenésre időd. Egész nap itt leszünk, hogyha ez így megy. Vagy a Chitose. Igaza van. Vissza kéne vonulnunk egyelőre. Hogy próbáljuk ki azt az épületet.
Maitaka. Szemleráztuk őket. Zanne. Szakoni nigegomu kotomo. Igazából pontosan erre számítottam, mondja Eiji. Te vagy az? Hol a francban vagy? Kamerák vannak itt, vagy valami? Minden egyes lépéseteket figyelem. Próbáljátok a vízfelszínen maradni. Akkor végig kell harcolnunk az egész területet, ugye? Nem volt ez így jó. De nem baj. Ez már jobban nézett ki. Megint mehetne egy bucskamasz. Mi kéne, hogy mindenki nyelje. Kettő majdnem lent van. Talán előbb jönnek. Mint a Dacsi. Ez így jó lehet szerintem. Ez az. Kiütöttünk kettőt, és már csak egy van hátra. Lekövetjük. Ez szép volt ez. Ez igen. Nagyon jól jönnek Kasugának egy szintlépés, úgy látom. Hamarosan már ott van. Azáltal vissza fog jönni a manája. Jobb lesz, hogyha sietünk, mielőtt megtalálnának. Jó, de hova menjünk? Visszajutni a beárat, az most már túl késő. Menjünk az emeletre. Hogyha itt maradunk, akkor... Drainas kimerítenek, vagy valami ilyesmi? Az leszív minket? De milyen értelemben? Mindenki tudja. Ennünk kell tovább, még hogyha pontosan erre is számítanak. Ez valami építkezési terület lehet. Lehet megérni, jobban megnézni. Hát kicsit szerencsejáték, de benne vagyok. Jaj, én is, hogyha menjünk. Na nézzük. Ez egyfajta insta lesz így megint. Nitrogén spray. 300 ice damage-et vízbe. Valakinek, aki arra érzékeny lesz. Itt lesz a szintlépésünk. Jó volt kezdésben, oké. Kicsit rezisztálték ez, de belefér. Mindenkire sebzünk. Mit csinálsz? Moki bot, ez szemét. Bocsánat. Egy óriási csapással. Nem is maradt sok állva. Az a baj, Adachi később fog jönni, úgyhogy hárman jönnek előtte. Mert a welding. Kicsit lelettem heggesztve. Egy mínusz. Kamizavának még nincs szintlépése talán. Lehet, hogy fel kéne healelnem. Megpróbáljuk, ja. Jó. Nem ütöttük ki, nem lett lekövetve, nem már. Hát ez kiment, de a másik még ott van. Szia Mandragóra, hogy vagy, Vizu? Ott van a level up, visszajön a manánk, ott van egy job rank up. HP növekszik minden király. És ott a sarokban látok valamit már is. A többiek manája nagyjából még egyben van. HP-jukat pedig majd Tomizawa visszatölti, hogyha arra lesz szükség. Legyünk egy emelettel fentebb. Óvatosan. Na, nanda kurya? A fene ez.
Elkezdtem unatkozni, mondja egy a markolókban. De mivel eljutottál ilyen messzire, egy különleges ajándékom van számodra. Gondolta volna, hogy megint ez a dal meg tánc következik. Micsoda, hogy újra? Mi van veletek? Ilyen már volt az előző részben, ezért easter egg. Heavy machinery. Oké. Tosze, nézzük, mit tudnál csinálni. Coconut shower szerintem nagyjából ide, így mindenki kapja talán. Hát Nambára, és hogy Adachira nem ment rá. Excavátornak a Jima reziszteli a támadásainkat, nem nagyon jó a helyzet. És hogyha azt csinálnám, hogy Poisoned Cloudburst, na az a víz, az jó ellene. Az jó volt. Itt rengeteg víztámadásunk lesz, úgyhogy ez akár mehetne így is. Belefér, belefér. Szentbe! Elmiszeli. Földrengés. Itt aztán egy kicsit sebződik, az a baj, hogy fél. Most vagy rámegyek és megtámadom, vagy leveszem a félelmet Chitoséról. Lehet, hogy azzal jobban járnék. Van egy olyanunk, hogy státusz effektek. Fear, igen, ez jó lehet. Nem, a resist jelenti azt, hogy gyenge a támadás, a weak azt jelenti, hogy gyenge arra a támadásra. Spill the tea, az a... igen. Ez lesz a healing ability-nk, oké. Okay. Weapon attributes, az belemehetne ebbe. Előbb egyet végezzünk ki. 262. Mehet a Bucskamas. Poison Cloudburst megint menjen. Menjen még több. Vizes támadás. Haladunk. Az erős. Az meglepően erős. Kitoszének nagyot kell hílelnie. Még bírja. Ez mindenkire hat, ugye? A természetes gyógyulás eszenciája. Tetszik ez a skin, eléggé jó lett ezen a lányon, nem? Nagyon jó. Gyönyörű számokat látunk, már is mehet tovább. Handcuff Harbinger. Ezekre nem lehet. Azt mondja Breaking Top. Throat Punch. Megpróbáljuk torokütés. Nem tudom, hogy fog ez menni. De nem volt rossz a damage, ez tetszett a 471-es. Jó volt az, menjen még egy flipper. Már csak egy lövés kell bele. Azaz. Már csak egy marad. Nem is vészes, belefér. Megjönnek már is a képességeink. Más helyre nem tudsz támadni, csak oda. Ichi az alaptámadás ellene. Tech team mehet, nézzük meg reziszteni. A torkon vágott excavátor, igen. Hát reziszteli sajna, látod? De a critical hit az rét az megnövekedett, hogy menjen a friendship. Hogy bepördült az Adachi?
a defense bónuszok növekednek, nagyon király. Monkey flip, beat down, a beat down nézzük meg. 360, power swing jön. A nyomnunk kell még egy darab healing skillt szerintem. Na, erre gyenge? De jó, nézzük ezt meg. Egy medúzát vágok oda. 5-20, ez nagyon szép, nagyon jó. Van még ilyenem? Nincs. Meg kellene nyomni majd még itt a manát, menjen egy kick bele. Eddig szuper. 76 mana. Sedatívnak ellenáll, firingnek ellenáll. Buster. Nem. Dynamite Fever? High Noon Essencia? Megnézhet, de nem ellenáll. Bad Breaker? Az jó, arra gyenge. Sand Bash következik. Le lett védve. Próbáljunk egy rendes csapással rámenni. Kevés nagyon. Tomizom a védelme a maximális értéken van, mert a vizes támadás. 2-3-177. Mit lehetne még? Egy kicket? Meg is vagyunk. Suda, az exkavátor. 78.000 dollár. Hiszen az rengeteg. Majdnem mindenki level up-ol a csapatban. Oké, legalább a manák helyreállnak. Így nem kell költenünk. Első hiszem, hogy ezt túléltük. Viszont nem látok semmit, ahova szaladhatnánk. Úgyhogy szerintem szedjük egy kicsit össze magunkat, mielőtt még többen jönnének. Oké. Recovery az megvan. Minden visszaáll, mehet egy mentési pont. Mit mondott? Ja, most egy hosszú csatasorozat következik, úgyhogy mentened kellene. Mehet. 66 órája megy már a game. Nagyon király, hogy ilyen 100 órákat lazán bele lehet tölteni. És akkor most beszélnünk kell? Mm-hmm. Jól érzed magad? Aha. Ah. Jobb lesz, hogyha gyorsan kitaláljuk, hogy mit csináljunk innen. Lenyűgöző. Most kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan fogjátok ezt bírni. Jönnek a többiek. Mi szar csináljunk most? Ide gyere, gyorsan ugorj be, Ichiban. Mondta közben. Tomizawa. Most mi leszünk ezzel? Nice, így mondta angolul, hogy jó ötlet volt, Tomi. Meglepődött, vagy meglepődtem teljesen. Micsoda, tehát... ekkora tömeg. Jó. Szóval engedjetek, hadd vezessek és pusoljatok meg mindent. Mondta közben ugye Tomizawa, hogy az a baj, hogy előzönlenek bennünket. Hát most nem gondolod, ugye? Mit csinál? Le fog hajtani vele? Hát ez... kapaszkodjatok, azt mondja. Mi van? Egy markolóval átrepültem a szembeépületbe. Hallod, ilyet is csak Japánban találhatnak ki azért, nem? Ilyen VTF, mi a fene? Oké. Okay. Ez Japánban full normális. Kimész az utcára, szembesülnöd kell az igazsággal, hogy ott ilyeneket tolnak az emberek. Oké. Okay. Csícsan, jól vagy? Hogy jutottunk ki ebből élve? Egyébként az ő karján a vágás, az meg ahogy beverték a fejét. Atacsi Tomi! Tágódjatok miattunk, mondják a fiúk. Mi volt ez a zaj? Mi történt az irodhánkkal? Hát ez kellemetlen. Üljétek meg őket! És akkor most ketten vagyunk? Aha.
megosztanak a képességek majd. Kellene egy jó körös, körbeható rúgás. Aha. Most sikerült eltalálnom. Jobb is lehetett volna. De miért vannak ilyen sokan? Nem is látjuk, hogy hol vannak ennyien. Ja, mert hogy itt van a másik csapat. Értem már. Hát én leginkább... Nem tudom, ez mennyire fog beleérni, de megpróbáljuk. Kettőre jó volt. Bucskamász mehet. De ne onnan! Miért lépett odébb? Azt hittem, hogy nem lesz ez így jó, de jó volt. Jók voltak a gárdok. Valami switch történik ott. Az micsoda? Nem, monkey flip esetleg erre. Mielőtt felrobban az a szar a kezében, ugye? Oké, okay, megvan mind a kettő. Dinamitot dob. De mekkorát! Mi a helyzet, Leafy, nyomod? Kitosze. Kitérésen növekedni látszik. Kasugára jó van, hogy rálökné. Rendben is van. Casey shotgun. Ekkorákat lő ez a majom. Szevasztok, Patrioték! Köszönöm szépen a raidet! Meséltek, mi a helyzet? Itt nálunk Slistenem. Slistenem? Mit jelent ez a név? Szia, Mitrox! Szerbusz kategória. Cornél. Üdvözlök mindenkit! Mi a helyzet? Meséltek, milyen volt a mai stream? Jól szórakoztatok? Ez gyenge a támadásomra, úgyhogy menjen a backutak! Ez volt a boszko ide. Alakul itt valami. Kell azért healelnünk is egyet, ne felejtsük el. Itt kellene, hogy Kasuga is beleálljon, ugye? Nem tudom, mennyire sikerül. Ah, sikerült, ez jó volt. Menjen egy támadás innen oda. Mind a kettő kapta. Lefeküdt aludni? Kicsoda. Barbecue-zunk. Szerintem visszatölthetnénk egy kis HP-t, igen. Kisebb HP-töltések, Graphic Guardok, jó volt. Belefért. Milyen, hogyha sedatív shotot alkalmaznék. Arra gyenge volt, de nem aludt el a boss. Mekkora átvert ez a majom, mi? Szevasz, Mitrox? Oké, okay, folytatjuk a csatát. Azt mondja, Kolohe kick, oda megy hátra. Lekövetés a bossra, nagyon jó. Agilitás buffunk tovább növekszik. Itt most egyedül vagyunk, ugye? Igen. Egy fagyott hallal! Azt a mekkorát vert oda, láttad? Muszáj leszek itt szerintem healelni egyet, a tech team esetleg. Megpróbáljuk. Megmutatjuk nekik, hogy miből készülnek az igazi barátok. Ez nem a boss, amire rányomjuk, csak nem akarjuk, hogy a very big fiskot még nyomulhasson. Alacsony HP még megmarad, ez el is intézte szerintem ezt a szart. Ők itt maradnak, ez mehet. Aha, és most csatlakoznak. Így már kicsit könnyebb dolgok lesz. Kellene egy szép healinget csinálnom, most itt van mindenki. Gyönyörű. Na nézzük, nézzük, mit lehetne itt még. Flipper az annyira nem. Jellyfish juice, nem annyira. Fusy doozy, az se. Scrap down, az jó lesz. Megfürdetjük a fickót. Most gyenge az elektrikált támadásokra, megy a shotgun. Még jó, hogy ellenálltunk neki, nem?
Sedative Firing Squad. Sedative, az jó lehet. Gyenge rá. 1241, menj már, akkor most a Jellyfish Juice-a széttépi. Ez a játék zseniális. 480, paralizált állapotba került, még bele is lövünk egyet a földön. Lehet a rárugás. Elővés a földre. Mi történik a bosszal, hogyha megpróbálod letartóztatni? Nem sikerül, elmisszeled. De azért még megérte. Majd egy gyönyörű 756-os. Jön a hirtelen stun gun. Nem baj, hogy lesztunolt minket, belefér. Ezzel ugyanis Tomizaba befejezi ezt a harcot. $17,550 zsákmányoltunk, és Kasuga is level up-ol, level 41-re. Jewel Braceletet kaptunk belőle. Ez valami jó tudsz ez, igen? Inkább is van. Mi történik ezután? Mi az a cucc, amit szereztünk? Úgy látom, hogy mind a kettő csapatnak lehet itt állítgatni a dolgait. Várjál. Ez azt jelenti egyébként, hogy amiket összeszedtünk... Várjál, meg kell néznem, kíváncsi vagyok. A másik csapatnál nem tudtunk fegyvert váltani, ugye? Ott mindent megcsináltunk. Aha, ennek a csapatnak lehetne. A tripi maraka az nagyon jól működik. Mondjuk nem fejlesztettük fel a fegyvereinket, és ez látszik is, hogy nem szántunk pénzt arra, hogy jóval erősebbek legyenek, pedig amúgy lehetnének. Meg lehetne ilyen, nem tudom, hetes szintű fegyverekkel is mászkálni. Ugye most látszik, hogy nekem ötös szint a legmagasabb. Több XP-t kapunk a csatából, hát de már elhúztunk, level 41-esek vagyunk, a max HP-nkat növelve. Mit is kaptunk? Mi volt annak a tárgynak a neve? Levenni a Fear-t, a Charm-ot, Bleed-et, mindent nullify-olna. Na ez a max HP-nket vette le, aha. Jobb XP-t lehetne ebből szerválni jó sokat az anticoinokkal. Nagyban csökkenti a skillek MP kosztját, ez jó lehet. Ezt kipróbáljuk már is. Több pénzt kapsz a csatákból. Hát nem rossz az, de annyira nem. Mindenféle támadás ellen ellenállást ad. Perfect Guardok teljesen elkerülik a támadásokat. Hiszen csökkenti az input window-t a Perfect Guardra. Aha. Ezért volt olyan nehéz vagy a kirűvel kitérni, ugye? Critical hit rate. Hát, nem is tudom, lehet, hogy bemarad akkor a pénz. Szerintem nincs olyan, ami a távolsági fegyvereink erejét növelné meg, ugye? Éppen az előbb hidratáltam, köszönöm a kiváltást. Ez elveszi a poison-t, a coldot és a burnt protective-vel. A metal shingard, aha, az már is jobb. De lehet, hogy ettől még tudok jobbat, a safety shoes-zal, persze. Restrictive status elment, az nem nagyon jön ránk. Crit hit rate 10%-kal nő. Az is elég metál dolog. Lehet-e több armorunk is. Jó, ennek a csapatnak már régóta nem állítottunk, úgy látom semmit sem, szóval itt az idő, hogy átnézzük, hát ha van még valami jobb, amit használhatnánk. Hát mondjuk ez, hogy a leopárd mintás női kabátban van benne éppen adacsi, ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb. Ott van még egy leather shoes, az jó lehet. Job XP. Több itemet kapsz a csatából. Itt esetleg fegyver. Nem jött azóta. Több pénzt kapsz a csatából. Defense. Bónuszt kapsz a kör elején. Na ennek a Wind Sneakernek nincs egyőre jobb opciója. Több védelem, de kisebb a agilitás. Nem, ezeket ki kéne farmolnunk, vagy meg kéne vásárolnunk boltban. Két csillagos cuccban mászkálunk, hallod. Nézd, mennyi minden lenne jobb ez a Madame's Footwear, sokkal jobb ott. Jó, azt hiszem megvagyunk, mehetünk tovább. Holland feliratos Beetlejuice reklám. Igen, ilyenek peregnek? Nem semmi. Pihenni már nem tudunk. Úgyhogy akkor menjünk le a lépcsőn. Király zeneit nagyon. Évettem, nem megyünk le a lépcsőn.
Nézzük, mi van itt a másik oldalon az exitnél. Á, 60 HP visszatöltő. Erre a Chitosinak szerintem adunk egy itemet. Kicsit feljebb húzzuk a HP-ját, mert nincs túl jól. Ez már is vállalhatóbb így. Manája nem annyira áll jól Tomi Zavának. Ez az MP 50-es, az jó lehet. Ki mehetünk. Szabadon kijárhatsz kísérni, miért eddig tiltva volt, vagy mi? Nem rossz, nem rossz kezdésnek. Úgy kamász. Úgy kellene, hogy az egyiket rálökik a másikra, ugye? Lehet. Kár, hogy nem estek be mind a sarokba. Mehet. Ketten kilettek ütve, a harmadik még áll, de annak nagy a sebessége sajnos. Nagyobb, mint a dacsi. Hogy te nem streamelsz. Jaj. Ilyenekre is gondolsz? Itt kerül, nem? Miközben feszül a hólyag. 5000 dollár, Chitosz a szintet lépett. Királyság, visszajött mindene. Azt hittem egy szép van itt, mert nem, egy szép kulcs. Lefele nem mehetünk. Na lássuk a következő emeleten mi fogad bennünket. Egy csomó fickó. És itt van a szép, ami a kulcsot találtunk. Jött az é! Protektor. Ez valakinek tök jól... Várjál. Talán pont Kasugának? Nem, neki ez teljesen jó. Itt a Madame Sföröket lehet, hogy le kéne a Hell is kép. Ez mit csinál? Evasion buffot kapunk a kör elején. És az, amit most találtam, az mennyivel jobb a Protektor? Ó, az rohadtul jó. Menj már, egy öt csillagos. Titosszéra kevés eséllyel jönnének rá az égés, meg a satöbbi effektek. Ki az, akinek, ő az szerintem, akinek a legtöbb healingre van szüksége, úgyhogy nyomjuk be neki. Ez metal. Alud 59-es armor, hát senki nincs ennyi. Oké, mehetünk. Nem király ez a trombita a háttérben. Folytatjuk a csatákat. Nézzük a kaholó kinket. Sajnos csak ketten kapták, de azok istenesen. Úgy jelentett az, hogy ikoze. Resting Collider. Ez mit csinál? Minél távolabb vagy, annál nagyobb lesz a damage. Álljunk távol, minél távolabb. És menjen arra. Lássuk, mit csinál ez. Ja, hogy szörfözünk? Menj már, és az AOE damage-et csinál a végén, ezt én még nem is láttam. Now burst, oda esetleg? Az biztosan meghal. A másik meg lett mérgezve, rosszul van. Ő is csinálna valamit. Még erre már nem lesz ideje, hogy befejezze ezt a támadását. Endo úgy szájba veri közben Tomi Zavát, hogy kirepül három foga előről. Ez jó drága lesz majd később. Faladja a másikat. Mehet hátulról. Nem adta be a backeteket, de attól még jó volt. És a befejezés. Igen, sok XP jön egyébként Adachinak és Tomi Zavának. Mindjárt megint szintet lépnek. Azt jelenti, hogy gyerünk, let's go, Ikoze. Ez király. Ma is tanultam valamit, köszönöm szépen. Vagyis sokat tanultunk ma szlengeket, meg ilyesmiket. Itt lehet visszaszerezni a HP-t, a Stamina, X-et is kapunk. HP recovery megvan, lehet egy mentést is tolni. Újabb sorozatnyi csata áll előttünk, úgyhogy mentünk egyet ide. Mondjuk nem ugyanarra a szotra kellene folyamatosan mentenem. Hogyha egyszer mondjuk meg akarnám nézni még egyszer a markoló fightot vagy valamit. Jó, köszönöm. Szevasz, Kasuga.
Jó, nem mondhatod, van, hogy túljársz az eszemen, ugye? Most már minden jótokat túl jól ismerlek. Minden egyes apró gondolatot. Könnyű lehet neked onnan pofázni. És ez pont Yamai-nak a kis kedvence mondja. Na jó, vessel én, amit csak akarsz. Átverekedjük magunkat. Egyszerű ember vagyok végtére is. Én ebben jutóbb elveszel az életet. Alig várom. Na de eleget pofáztam, sok szerencsét. Ezt a fickót is nagyon meg fogjuk lerni. Egy újabb csapat majd már lelénk. Kaholó kikkel fogunk megindulni. Pont a vége nem ért be, de nem baj. Beállunk szerintem Devil's Twisterben. Ilyen metál a zene. Ez jó lesz így, mert... Micsoda, a védelmük megnő. Megkapták a parancsot, ugye? Lábbomba következik. Aztán segre esett. Ezt jól kivétve. Szegény csitosze. Ezt odarúgom, az jó lehet. Így ide. De nem kapta a másik, miért nem? Ez a barakudák zenéje. Most esett le. Nyelték szépen, jó volt. Egynek jó volt. Stunner! Jól ki lett védve, jó volt. Ezt letartóztathatnám, nem? Nem ez a boss, azt ott. Egy megvan. Menjen egy nagy healing. Ehetne. Ezt már láttuk, úgyhogy elnyomom. Már csak a boss van. Mire lesz ő gyenge, nézzük? Tűzre. Gyönyörű. Azt mondja, most már a kritikál hitrétjük is magasabb. Oké, beleférhet, megoldjuk. Tüzem van. Valami erőset kellene tolni oda, ugye? Ez csökkenti a willpower-t az eleminél. Megnézhetjük ezt innen. Wow! Hogy bepörgött a csávó! Azt a mindenét! Ez elég király volt. Dynamite Fever mehet. Szépen nyeli. Azt a mindenét! Mit nyomott Chitose?
vagy egy 800-as rátett még szerintem. Kaptunk valami kis füstöt. Viccelsz, méreg? Oké. Okay. Nem adjuk, hogy ez megállítson bennünket. Megint visszajöttök rengetegen. És a méreg is ott van rajtunk már. Nem tudom, mit tehetnénk majd ez ellen. Lehet, hogy kell nyomnunk egy itemet, ami visszatölti a manánkat, ugye? Azt hittem, hogy szintet fogunk lépni, de nem. 300 HP, 55 MP. 150 MP betöltés, Tauriner mehet. Az jó lesz. Megtámadunk mindenkit szerintem, ez jó lehet. Hányan fogják ezt kapni vajon? Elméletileg mindenki rehatással kéne lennie. Azaz, nagyon-nagyon szép volt. A mizava is sérül a méreg által. Nem, ezt itt kell elnyomni. Poison gáz generátort el kéne, hogy intézzük innen, ugye? Elektromosság hatással van? Nincs. Szét van a kis és szóródva. Ez jó lehet itt. Egy-ketten kapták, beleférhet. Az egyik paralizálva. Paralizálva támadott ránk. Szépvédés. Beat down. Lehet, próbáljuk meg. Ez kicsit oda felesett a színpadra, de már jobban van. Komoly healinget kell majd kitolnunk, de még egy kör beleférhet. Egy mínusz. Mi lesz a gyengéje ennek a bossnak? Nézzük meg. Semmi? Ne csináld. Ez legalább belefér. Land Steel Stab. Arra gyenge, az jó lehet. Mindjárt jön egy komoly healing a csapatra. Összeverjük a generátor. Nagyon gyenge az. Kitoszinak kell kitolni a nagy healinget. Király, mindenki helyre áll rögtön. A vízre gyenge a generátor? Nem. A robbanásra? Arra sem. És ez a Delphin Dive, ez mit csinál? Próbáljuk ki. Erre nem is emlékszem. Delfinek hátán érkezett. Mi a fene történik? Ez igen. Wow. Oké, nem volt ez rossz, tetszett. Állom gránát. Nem már. Itt a szellalút rögtön. Ultimate Tech Team mehetne. A generátorok szerintem megvannak, legalábbis egy megvan, még egy azért maradt. Unit van defeated. Nyilván azt ütik, aki alszik éppen. Mondjuk ettől legalább felébredt Chitosse, úgy látom. Rúgjunk bele abba. Még egy pici. Gyerünk, nyomod. Megvan mind a kettő, lejött a méreg rólunk már is. Ukete mi na!
paralízis bejöhet? Nem, sajna még nem. Ez eddig a legmenőbb fight szerintem, nagyon jó. Nyomod. Mekkora ereje van Kasugának? Fejel, jóó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 ó
Ez igen. Ettől lehet is nyomni a földön. Ez az. Szaturációs bombázás. Igen, ez meglehetősen au volt. Lángolunk is ráadásul. Mehet megint egy healing effect. Kérlek megint egy stebet a hátába. Hogyha arra gyenge, hát ezt használom. Ha már lefeküdt, akkor mehet egy mosdatás. Most gyenge az elektronikus támadásokra. Próbáljuk magunkhoz csatolni. Ilyet még nem láttunk. Oda bilincsei, de láttuk. Ez is az hogy lesz mostantól? Oda bilincseli magát és szétveri. Ez igen. ...557-et sérül. Gyönyörű támadás sorozat, most megvan. 97.500 dollár, majdnem mindenki level up-ol Kasuga kivételével mindenki. És mit kaptunk? Mithril Brooch-ot? Az nagyjából az egyetlen trinket, amit felapplikálhatunk. Mindenféle level up-ok jönnek. És mi lesz ezután? Lani wa kanarazu torikaesu shi. Akane-san mo watashi wa shirei. Sore ni Eichan. Hamarosan találkozunk Eichan. Sok dolgot kell neked elmondanom, úgyhogy tart ki. Mattoke yo. Gomen nasai. Watashi no sei. Sajnálom. Itt csak bajt hoztam rátok, akarnám. Megsérültél? Kóste! Jöbi ippon füle szaszajai ne. Ücsi no monga mévá. Senki nem tudott átjutni rajtam. Anta mo szkari. Szégyen, hogy ők voltak eddig az alattvalóim, vagy ami ilyesik mondod. Ezért itt még veszélyes lehet a környék. Ihez beszélsz. Az első naptól kezdve veszélyes volt itt. Kiai hagytanon a kamnai nyomot. Emellett biztos vagyok benne, hogy megvan a backupom, ami majd védelmez. Ja, én nem szaroznék veled. Elmutattam a dolgokat. Lanit elrabolták a támadás során. Úgyhogy mi a következő? Kérdezi, akarnál. Nele Islanden van. Az ország oda vihették el, akarnál. Senki nem tudja, hogy hol van az a hely. Egységes, hogy te tudod. Sajnálom, de nem. Azt a titkot nagyon erősen védelmezik. Aha. Még a belső körben is csak nagyon keveseknek, a kiválasztottaknak mondják el. Megértem, nem kell akkor emiatt aggódni. Megtaláljuk, tök mindegy, mibe kerül. És pedig valahogy biztonságban kellene téged juttatni, oké? Okay? Hamarosan találkozunk. Na, készen álltok? Várjál, már Kasuga mondja Yamai. Szeretné néhány percet eltölteni. Vagyis, hogy mi? De hát Lani még ott van. Majd visszatértek rá, amint ezt megtettétek.
Hanaszerű ücsini hanaszerű. Beszéljetek addig, amíg időtök van egymásra. Jaj, milyen igaza van. Édesanyánkkal egy kicsit beszélgetni, ha már nem tudom 40 hány év eltelt nélküle. Mondjuk ebben van ráció. Bár lehet, hogy a beszélgetésre éppen később kellene majd időt számni, de... Egész idő alatt nem is volt esélyünk beszélgetni. Vannak dolgok, amiket szeretnék elmondani. Disney. Nekem is. Yamaynak igaza volt ebben, ugye? Sawashiro írta nekem leveleket. Elég sokat tudok róla. Hogy csecsemőként a Shangri-Lának a izéje befogadott. Kamurocsó emberei vigyáztak rád, ahogy felnőttél. Szóval, hogy a természetes számodra a küzdelem, mert hogy már gimis korodon nem tudom, ilyen igazi vadállattá változtál. Várj egy kicsit. Akkoriban nagyon sok hibát követtem el. De hogyha Sawashiro elmondta ezt neked, ez azt jelenti, hogy ő is figyelt engem gyermekként? Igen, az én, tehát miattam mindig figyelt rád. De akkoriban... Micsoda, Masumi-sanhoz fordult egy nap segítségért? Vagy nem, mint hogyha sors kezelett volna ez? Nem tudom, hogy hiszek-e a sorsban, de azért hálás vagyok, hogy így alakult. Ezt valószínűleg nem érthetjük, mert nem játszottunk még az előzményekkel, ugye? Tudom, mi történt veled. Azok után. Bevartak téged egy gyilkosságért, amit nem követtél el. Te vitted el a balhét. 18 év. Mennyi elvesztegetett idő? Megkeményedett rajtad a bőr. Olyan régóta küzdesz már. De nem azért van, amire gondolsz. Mi az hülye? Sajnálom, hogy elhagytalak téged és Masumi-sant. Félt valamitől, hogyha jól emlékszem. Sajnálom. Teljes szívemből sajnálom. Ne kérd tőlem bocsánatot, Akane. Semmi miatt nem kell sajnálkoznod. Persze voltak kemény idők, néha-néha. El sem hinnéd, hogy Sawashiro kapitány. Milyen helyzetekbe rakott engem, tehát hogy mind kellett keresztül mennem. Lehet, hogy elég őrült életem volt, mindent figyelembe véve. De mindenki másnak is. Hát ez a dílelni valamivel, leginkább úgy mondanám, hogy majd, hogy jönnek a dolgok, majd úgy bánunk el a dolgokkal, az élettel, vagy nem tudom. Magyarul ez hülyén hangzik nagyon. Találkoztam veled, mi mást kérhetnék még? Tehát te is mondtad, mindig vigyáztak rám emberek. A főnök pedig a legjobb apa volt a világon. Nagyon szerencsés vagyok. Igazság szerint nem tudom biztosra, hogy leszültél-e engem, vagy tudod, hogy értsem. De hogyha te voltál, akkor... Egy dolgot mondanom kell. Te adtál nekem életet. Nagyon hálás vagyok érte. Te adtad nekem az életem. Én is hálás vagyok, nagyon köszönöm. Milyen furcsa. Micsoda. Láttam Masumi-san.
ott állni, ahol te éppen most. Mottáiné! Jaj már! Szóte... Orenjutott ez egy kónó... Ez a legszebb bók, amit el lehet képzelni, igaz? Annyira nem tudom, hogy Masumi-san kicsoda. Szomozomó, orra... Kuro, akár... Emlékszem már, itt. Anadani todokeni kitendette. Azért jöttem ide, hogy ezt átadjam neked. Az édesapjára gondol, ugye? Arakawa főnök Masumi Arakawa maradványai. Uketotte moraemasu ka? Szeretném, hogyha tiéd lenne. Arigato. Arigato. Ez nagyon szomorú rész. Azok után, amin keresztül mentek. Amit én eddig tudok ebből a sztoriból. Szóval neki nagyon hiányzott neki meg ilyenek. Lehet, hogy tényleg közeledünk a játék vége felé. Hogyha már ilyenekben vagyunk éppen benne. Ilyen nagy sírató jelenetek, meg mit tudom én. De hát zseniális az egész cím, ugye, hogy van. Csodálatos az a játék, marhára nagyon igényes, gyönyörűen kidolgozott, komoly részletekbe belemenő. De minden szempontból a zené is, az összes baromság, ami benne van, ami időről időre kiránt ebből a komolyságból. Ez lett volna ezek szerint a 11. fejezet, most pedig a régi idők emlékére következik 12. fejezet a játéknak. Goro Majima, Daiga, Saejima, Daigo, mindenki, nem tudom, ők csodák. Kiryut is hozzáadod ehhez. Ott is van egyből a Yakuza Hall of Fame. A Hall of Fame az a magyarul hogyan szoktuk ezt hívni? Hát az a ranglétrának a legteteje, de nem tudni, hogy ilyen hőscsarnoknak szoktuk nevezni játékokban. Dicsőségcsarnoka, ugye? Igen, igen, a Hall of Fame. Igen. Ja, talán a dicsőségcsarnoka. Így lehetne nevezni, de nem tudom, hogy magyarul szoktunk-e ilyet egyáltalán mondani bármilyen helyzetben is. Szerintem nem igazán. Szóval akkor mész, ugye? Meglátogatni őket. Igen, most megyek. Ez egy tény. Nem tudom, hogy erre gondoltál, de most akkor egyedül fogsz repülni? Te segítene, Kiryu? Akinek vigyáznia kell a seggedre. Nem pontosan így mondtam volna, de igaza van. Együtt vagyunk ebben, mondja Saeko. Köszi srácok, hosszú út lesz. Győződjünk meg róla, hogy készen állunk. Most futnak össze a szálak a 12. fejezetnél. Hó. Előkészületek mi? Hosszú lesz az út, úgyhogy valószínűleg jó ötlet lenne felkészülni rá. Igen, ráadásul a Tojo Clan royaltyval kell számolnunk, szóval nem tudhatni, hogy mi fog történni. Jó, ne legyél már ilyen baljós. Igaza van. Nincs garancia arra, hogy szavakkal fog ez végződni. Készen kell állnunk bármire is. Jó, hát akkor akár tréning is mehetne, meg ráadásul a gear, a felszerelés fejlesztése. Ichincho. Mi volt az Ichincho? Ichincho, nem emlékszem már rá. De Kamurocho lehet, hogy a legjobb lenne. Hogy nincs semmi, amit ne találnál meg. Meg amúgy is az Kiryunek az otthona, a szülővárosa. Ott fog neki tenni, hogyha azokon az utcákon mászkálhat újra. Viszont ugye ott van még a kockázata annak, hogy talán felismernek minket. Lehet, de valószínűleg az lesz a legjobb hely, hogy felkészüljünk. Óvatosnak kell lennünk. Hogyha meghúzzuk magunkat, akkor minden rendben lesz. Na hát akkor meg is beszéltük. Menjünk taxival? Kérdezte közben. Zsau? Azt hiszem így hívják. HP, minden fel van töltve szépen. Amikor kijössz bentről kívülre, és így nem tudom, az apró részletek, hogy meglátod az ingének gyűrődéseit, a játék grafikáját, ezt a nagy város itt a háttérben. Jó, persze ott nagyon messze, ott már nincs kidolgozva, de hát nem is kell ennyire
érted, az, hogy itt általában az ember maga elé néz, és hogy az gyönyörűen meg van csinálva, valami hihetetlen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen engine-nel csinálták ezt a gémet, mert valami lenyűgözően metal. Iszonyatosan jó. Kamurocsó, az valamilyen része ennek a városnak? 500 ilyen bekerül? Hát figyelj már, eddig olcsóbb volt ez a taxi, nem? 100-ba került. És azt mondták, hogy menjünk. Kamurocsóba, az nincs a térképen. Ez valami másik hely lesz. Mondjuk az edzés sem lett volna hülyeség. De figyelj, lehet, hogy én nyomni fogok éjszaka ilyet, hogy belépek a játékba, és akkor megcsinálok egy dungeon benne, hogy kicsit felszintezzem a karaktereket. Bár elnézve azért annyira nagy szükség talán nincs rá. Kamurocsó sosem változik meg, ugye? Kiriű. Biztos milliónyi emléked van itt, ugye? Hát azt mondhatnánk. Nem lenne gáz, ha megállnánk. Néhány helyen egy kicsit felszerelésünket összeszedni. Hú, és már itt jönnek az emlékek, ugye már rögtön. Felidézzük a múltat. De ezek biztos, hogy mind, vagy valamelyik játékban benne vannak. A Tenkaichi Street Gate. Ezzel a... Mondhatnád, hogy ez a város szimbóluma. Minden alkalom, amikor átmegyek ez alatt a kapu alatt, megcsap ez az érzés, hogy vagy éppen megyek befele, vagy éppen kifele jövök egy komoly csatából. Talán lehet, hogy ez a kapu minden fontos részénél ott volt az életemnek, a történésénél. Legközelebb, amikor átmegyek alatta, kíváncsi vagyok, hogy milyen csata vár majd rám. Jó, és az Awakening, ez nagyon nyomatni kellett volna. És innen visszamehetsz még az előző sziget része, mert hogyha elnézem, akkor ott van egy 17x20, egy 11x20, meg egy 4x10. Tehát majdnem az egyharmadát nem vettük fel az Awakeningnek, ami azt jelenti, hogy gyengébek vagyunk egy harchoz. Bocsánat, hölgyeim, ne haragudjanak. Itt volt a Kazama családnak az irodája valamikor. Jó ideje nem voltam már itt. Shintaro Kazama az egyetlen ember, akit apának neveztem. Most pedig miért észbe kaptam volna, már ugyanabban a korban járok, mint ő. Kíváncsi vagyok, hogy én is olyan példakép lehettem valaki számára, mint ahogy ő volt nekem. De ez az álom már rég elmúlt. És ilyenkor ezek az 50 pontok a lélekbe mennek bele? Aha, így is mondjuk az a legerősebb egyelőre. Még néhányat meg kellene találni ezek közül. Felidézni a múltbéli eseményeket. Az van, hogy úgy amúgy sokat most nem ad hozzá nekünk. Mennyire jó már ezen az utcán itt végigmenni. Mivel, hogy ugye nem játszottuk az előző gémeket, úgy lenne az igazi, hogyha tényleg mi is fel tudnánk ezt idézni. Mi ez? Bocsánat, bocsánat, menjünk innen gyorsan, bocsrácok, menjünk innen, elnézést. Itt is vannak emlékek? Ah, de meg kell küzdenünk. Fenyegető férfiakkal. Mehet már is. Kemény szerelem. Ja, hogy már is legyőztem? Egyetlen egy oda. De hát mi volt ez? Pompadour! Erre menjünk rá! Azaz! Internet szerint saját engine-je van, a Dragon Engine. Hát valami lenyűgözően komoly. Lenyűgözően komoly tud. Hihetetlen metal. Ugye a PS5 az... Írdatlan mód megy vele. Lehet, hogy ti mondjuk nem úgy látjátok, mert 8000-es bitráta mellett azért biztos, hogy pixelesebb, meg nem olyan szépek az effektek, de itt nálam monitoron, hát beszarás. És ugye azt lehet tudni, hogy a monitorok sosem annyira szépek egy konzol esetén, mint mondjuk egy tévéképernyőjén nézni a játékokat. A múltkor, figyelj, hallod, Zeldát elindítottam Nintendón. Én esküszöm, hogy azt hittem, hogy egy másik játékkal játszom. Hát mondom, ez nem lehet ilyen fluid, hát egyszerűen gyönyörű tévén nézve. Sokkal másabb ugye, gondolom a hertz szám, bár a fele tudja, nem tudom mi miatt, de fluidabb volt az egész, gyönyörű volt, úgyhogy ezt egy tévéképernyőn néző PS5-ről otthon levisszük a napjára bekuckózó, hát valami írdatlan királyélmény lehet.
Meg is vagyunk már is. A Night King statjai növekednek, és ilyenkor kinyitják nekünk a... Aha. Ezen az utcán rengeteg minden történetet az előző gémekben. Serena. Vagyis a New Serena. Az egyetlen hely, ahol a legnyugodtabbnak érezhettem magam. Manapság Dattesan és a mamája menedzselik ezt a helyet, de a múltban Reina volt a mama, Yumi pedig ott dolgozott. Nishiki-vel gyakran jártunk ide, akkor is, ha nem volt pénzünk. Akkoriban csak hallgattuk egymás pofázását mindenféléről. Azt gondoltam, hogy azok a békés napok örökkön át fognak tartani, de most már csak én vagyok. Nem gondoltam volna, hogy hozzászokhatok valaha is ez a magányhoz. Jó lenne, hogyha csak besétálhatnék oda hezitálás nélkül, és csak ihatnék egyet. Ó, ez másra nyomott level up-olt rögtön a tech szintünk. Ez tényleg megéri tologatni. Itt is van valami a másik oldalon? Ott, aha. De kár, hogy Irengard nincs itt ilyenkor, hogy kicsit hozzátegyen a sztorihoz. Vagy Amon esetleg, hátha. Szóval egy ideje már itt sem jártam. Valamikor a Jingveon Mafia elfoglalta ezt a helyet. De úgy látszik, hogy Kazuki és Yuya, a tulajdonos és a menedzser, nagyon sokat tettek bele, hogy visszanyerje Kamurocho hát legjobb ilyen host klubjának a címét. Mi ez a host club? Kemény helyez a becsületes embereknek. Ők kiérdemelték az én tiszteletem, nem csak a túlélés miatt, de hogy virágozni is tudtak ezen a helyen. Igazából ez emlékeztet az első alkalomra, amikor találkoztam a Yuyával, aki egyszerűen csak rám rontott a semmiből. Azt mondta utána, hogy összekevert egy másik jakuzával, aki megpróbált volna védelmi pénzt kiszedni belőlük. Talán van bennük spirit. Magyarul ezt hogy mondod, hogy van valakiben spirit? Egy szellem. Nem hiszem, hogy a spiritus szokták így mondani, mert ezt kiszorongatják. Nem mindegy, szóval emiatt, hogy tudták ezt elérni, amit elértek. Kazuki meg Yuya. Nem kéne megállni annál, hogy ti vagytok a legjobbak Kamurocsóban. Egész Japánban kellene nektek úgy lenni. Van vér a pucájukban? De nem, mert az, hogy valakiben van spirit, az, hogy van benned mondjuk lelkesedés valami iránt, elszánt vagy és nyomod magad, nem feltétlen mondjuk bátorság kell hozzá, biztos, hogy az is, de nem a bátorságra megy rá, mint a puca a vérrel. Inkább az elköteleződés, nem? Meg az, hogy nem tudom, hogy ezt miért spirittel, szellemmel magyarázzák. Szóval, és hogyha még életben leszek, akkor adok nektek valami névtelenül valami extra large congratulációs wreath. Mi az a wreath? Nem tudom mi az. Kitartó és lelkes, ugye? Igen, én is azt mondom, hogy ilyen lelkes valaki. Aha, és ez most a tech szintet növelte tovább. Jó sok minden van itt az utcákon, be kell nézni mindenhová, és ezeket az embereket is meg kellene menekítenünk ugye a bajból. Közben lépjek persze. Van benne spiritus? Én is erre gondoltam, de az nem az, amikor kiszorítják be a spirituszt, vagy ezt máshogy mondják? Ignorosz, ki a fele vagy, egyéb tovább, vagy különben megölünk, blablabla, ezek a bajos figurák. Úgy tűnik, hogy rögtön össze akarják szarni magukat itt egy sötét sikátorban. Rásegítünk nekik a proximity bónusz által. Spitter mehet? Menjenek is Spitter oda. Jó az. Gyönyörűen kapják. Az igen, az 2 ki lett offolva, 918 damage-el. Hoppá, nézzük meg ezt így. Weaponetekkel. Nem, már hogy nem volt az ott elég. Jön a nagy nyomású.
Az ember, hogy egy kicsit rákészülünk, ezek a random harcok is fognak minket erősíteni az elkövetkezendő nagy harcokra. Azt gondolom, hogy itt, innen most már mindenképpen valami nagyon hasonló fog alakulni, mint ami Kasugáékkal is történt, tehát hogy ilyen mindenféle harcokba kell bonyolódnunk, ugye. Nem tudom, mi történt volna, ha nem segítettetek volna, nagyon köszönöm, kaptunk érte pénzt, és a tech szint is növekedett. A Serena mögötti... mi ez, parkolóhely? Valamilyen indokból... mindig itt kötök ki egy harcban. Hé, ez a csávó, ez ott volt már. Ebben a részben is, ugye? Ez ismerős nekem, azzal a... aranyszínű kis zakóval, de honnan emlékszünk rá? Valahol láthattuk. Hát ez egy ideális hely arra, hogy kicsit ököllel egymásnak essünk. Na jó. Egy újabb emlék, kamurocsó. Ez a másikba adódott hozzá. Lehet, hogy mindegyik spiritus értelmező kéziszótár szerint Szeszt etil alkoholt jelent. Ha valakire azt mondják, van benne spiritus, azonban nem arra gondolnak, hogy az illető felöntött a garatra, hanem inkább elismerik a bátorságát, lendületét, tetre készségét, kezdeményező képességét, határozottságát. Ja. Érdekes szucendári. Na jó, 2:46, úgyhogy már nem nagyon fogunk bele bocsájtkozni itt komoly sztorikba, ne haragudjatok csak. Én is azért már elfáradok lassan ebben a sok fordításon, amit ma intézményeztem itt a játékban. Zsongál egy kicsit a fejem tőle. Felénél nem voltam itt, úgyhogy lehet nem jóra gondolok. Nem voltál itt a felénél? Ez igen. Hát, Antal Bogály, pedig én azt hittem, hogy te mindig itt vagy. Jézusom, és mi lesz veled majd a suliban? Lehet a Dual Impact. Az igen? A fiúk lefeküdtek, nem? Meg is vannak. Jól tetted? Igyál nagyon sokat. Nagyon fontos. Semmiből ugrottak rám, köszönöm, hogy jöttetek. Jaj, hát persze. És a buddy-ra is adják ezek, látod? Hát nagyon megérik ezek a megmentő küldetések, vagy minek nevezzem. Nem csak, hogy zsetont farmolhatsz vele irdatlan mennyiségben, de ráadásul, ez milyen játék, ami itt van benn? A napokat. Itt lehet karaokizni. De csak azokat a dalokat, amiket már előadtunk? 2500 ilyen? Hát van nálam 30 millió, na most nem azért, 31. Mit lehet előadni? Csak azokat, amiket eddig is? Nézzük már egy jó dalt a végére. Szabályok, mik ezek a movie-k? Hát, nem is emlékszem. És ezeket megcsinál, vagy ez? Nem vágom ezeket, hogy micsodák. Ne, ezek ugyanazok, amiket már eddig is elénekelhettünk, ugye? Kirű előadhatná a Judgmentet. Hány pontunk volt? Top rank, az 29. Volt ellenben világelső voltam aznap, menj már, 39. Másodikak voltunk ezzel a dallal. Has you. És a Zsau adná elő? Vele még nem énekeltünk szerintem. Ez nem volt még sosem. Lehetnek Kazumára is váltani? Nem, ezek szerintem csak ilyen random gombok, amik ki vannak írva, de amúgy nem nyúlhatsz itt semmihez hozzá, csak mehetsz énekelni. Jó, hát ezt, hogyha nem csináltuk még... ez a mindenki által ismert. Nem, a Baka Daru, ez még nem volt. Jó, és ezt lehet ilyen durvi verzióra nyomni? Megnézzük. Egy szép lassúzós szám. Elköszönni ma estére. Volt itt ma írtatlan verekedés, bosszverések, sírogatás anyukával, voltak komoly randik, találkoztunk egy csirkével, megismerkedtünk, egy komoly estét töltöttünk el vele, és a végét lezárjuk még egy gyönyörű dallal. Mert már is. Opa!
愛するなんて今もまだ喉元に残る I love you 虚しい夜に手足で一人飲む酒は酔うほどに悲しくてうまくもないことずっとよいだろとっと分かっていたのにバカだろバカだねバカだよバカ野郎最後の最後まで泣かせてばかりのバカ野郎あなたを愛してるも言えないままなんてバカだろう Ha jól sejtem, akkor az előző játékokból lehetett látni ezt meg azt itt a háttérben közben. Én sajnál nem tudtam arra figyelni, hogy mi történhetett, de remélem, hogy tetszett nektek ez így a végére egy csodálatos szám volt, egy szép kis kutyával. Oda nézzünk, 93, hát 32-ek lettünk. Mi is olyan rossz? Mai nap a 32-dik, a 464-ből. Egy kicsit rágyakorolnánk, figyelj, szerintem a következőre meg is lenne az első. Voltam ugye olyan dal még, amit nem énekeltünk el? Na ebben voltunk az elsők. Ez sem volt még Zsaóval. Menjen szenvedélyesbe, hadd szóljon. Bocsánat, ezt még száj, nem hagyhatom ki, nem tudom mi ez. Ehet. Yeah. Yeah! Ennyit mondott be a háromszögre? Next song is 好きになれる人好きになれたならば Ez egy elbeszélés, nem egy dal, nem? Here we go 一人暮らしには不釣り合いな部屋で GLP かも回せないまま途方と日が暮れてく記念日の腕時計は切なきメトロノームすっごい高級品だそばに入れれば幸せだったそれだけでよかったのに直線暇は知った愛した先に Oh yeah! 愛のない恋 Come on! 眩く収まる世界と収まらないこのささくれた感情君を抱きしめた好きになれる人を好きになれたならば Oh yeah! コントロールElrontottam. Kukai wa never stop! Chokusenki wa shita! Zekken teki ni shita! Social na media no!いいね気にして自分なくして君をなくして食洗機はあるけどやっぱり回せない nagyon furcsák a japánok és az egész karaoke mánia fú, erre most azért jó eredményeket fogunk kapni szerintem, hogy csak egyszer rontottam el 97,8 20-dik lettem ez igen Hát azt hittem, hogy magasabb is lesz, top 10. Hoppá, telefon van.
attól félek, hogy lejárt az időd. Szeretnél egy kis extension? Tehát, hogy extend session? De miért telefonálnak, hogy ki kell mennünk? Mit jelent az, hogy extend session? Igen, nyomom még. Ja, hogy arra gondol, hogy ki kell fizetni még egyszer, mert csak két dalt engedélyeztek? Jaj. Azt hittem, hogy itt valami extra dalokat fognak megnyitni. Na, hát a bondingnak ez nagyon jót tett, hogy itt előadtunk néhány szép számot. Ezen az utcán még egy csomó-csomó mindent lehet csinálni. Nem csak karaoke van, hanem vannak egyéb tevékenységek is. Hogyha jól látom, akkor itt ezen a... Ha befordulunk, mi ez a gigó? Ú, itt lehet látni, játszani Spike Out-ot, meg a Blast City-t. Meg lehet venni egy kis snacket magadnak. Ez a Virtua Fighter 3 TV Easy foka, ez a Spike Out című játék. Hihetetlen amúgy, hogy ilyen retro játékokat beleraktak a játékon belülre, és elindítod és játszhatsz vele. Ez felfoghatatlan. Elképesztő, hogy ebben a játékban mit nem vittek véghez számomra. Esküszöm, hogy ez lesz az évjátéka, hogyha a Stalker 2 nem üti. De az már lehet, hogy csak a jövő évi bekerülhet bele, mert annyira látszik, hogy oda tették magukat a fejlesztők, hogy megérdemelné. Komolyan mondom. Ezért szerintem lazán, hogy az a rengeteg kis baromság, ami ebben benne van, az irdatlan részletesség, grafikai megjelenés, zenék, a történet, a hihetetlen csavarok benne, tök menők, a fightok, lehet mindenféle külön kasztod, rengeteg fajta armor, ott van az Animal Crossing, a Pokémon benne, egyszerűen felfoghatatlan, a dungeonok is ott vannak, nagy komoly kihívásokba mehetsz, boss fightolhatsz, felfedezheted a térképet, elmélyülhetsz a karakterekben, van karakterfejlődés, komolyan mondom, ez olyan szinten a 10/10, hogy ettől nagyon magasabbra nem tudna menni ez a játék. Na mindegy, idáig jöttünk ma. Úgyhogy innen folytatjuk majd legközelebb, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ma este nálunk. Én már régóta vártam, hogy jakuzázzunk. Talán most már azért annyira nincs sok a játékból, tehát hogyha mondjuk minden héten egy estét rászánnánk, akkor egy néhány héten belül most már ott lennénk, hogy be is fejezzük ezt a címet is. Ezen a héten még be fogjuk fejezni a Frostpunkot, az biztos. Ezen a héten mást azon kívül talán nem is lesz lehetőségünk. De jó lenne, hogyha tudnánk játszani egy kis Final Fantasy-t is. Judgment, nem tudom, hogy itt vagy esetleg. Valamit küldtél a Discordon, és lehet, hogy valami vírusokat küldözgetsz privát üzenet formájában. Hát, hogy megírom neked. Kérdezem, hogy vírus-e? Szóval, ja, köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott, ma remélem, hogy nem bántátok meg, hogy velem voltatok. Köszönöm a csatornánk patronusainak a támogatásokat. Szilajkának, Barkatának, Oldmurkruának, Feketereteknek, Suzinak, Jonzutinak, Pukibubinak, Dorcsisznak. Köszönöm Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének és Bekkának, Zsoltbének, Viktornak, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Zsószinak, Istinek. Köszönöm G-Vincének, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Dawn-nak, Kat81-nek, Deárknak, Devtornak, Dominiknek, Spektrálnak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, köszönöm Jaranzónak, Trilobitának, Ször Lófinak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Irengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vornamnak, Sessannak, Benesannak, Zsé Istvánnak, Sarumunnak, az Astromókusnak, Ninjakölnek, Kulerznek, Varvajknak, Filvinek, Emilnek, Emhajnalnak, Gutixnek, Lodinnek, Vega BK-nak, a titokzatos 58-nak, 59-nek is, és nagyon szépen köszönöm YouTube-os támogatóinknak, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Bab Hercegnek, Butchernek, Bernadettnek, Applause Gameplaynek, köszönöm az xzone.hu-nak, amiért tök menő lemezekkel támogatják a csatornánkat, és hogyha szeretnétek, akkor nyomjatok egy feliratkozást a YouTube csatornára, vagy esetleg egy tetsziket a VOD-ra. Ha pedig támogatni szeretnétek a csatornánk fennmaradását, akkor a vodok alatti leírásban találtok el az információt, esetleg még lent a panelek között is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzátesz ez a nagy egészhez. Köszönöm szépen, de tényleg nagyon imádlak titeket, és köszönöm, hogy velem voltatok. Na, csáááá!